kormány mögött, vagy kint az utcán. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello. Sziasztok. Jani, hello. Hát jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, mindenkinek jó reggelt. Esőt mondták, illetve azt mondták, hogy nem lesz. Aha. Aztán szakad. Legalábbis itt Budapesten, gyerekek, valami esik, megállíthatatlanul és megállapíthatatlanul. Nem tudom, mi ez. Köszönöm, uram, az 5. napi esőt. Igen. Mert tényleg. Gyerekek, döbbenet. Ugye? De már csak délelőtt, mert délután felszakadozik. Én bízok ezekben az oldalakban, amiket nézegetek, látogatok, előszeretettel, ahonnan tájékozottam. Én hát, pozitív ember vagyok. Én nem hagyom, hogy elrontsák a karácsonyi juhamat. Amilyen oldalakat te látogatsz, ott aranyeső van, nem? Így van, aranyeső juhában. Ott aranyeső van, nem sima hétköznapi csapadék, ami az égből esik, hanem extra aranyeső. Jaj, gyerekek, igen, én már egyébként immunis vagyok, tehát rájöttem, hogy tök mindegy, reggel kiállok a garázsból, ami jön, jön. Én most már úgy jövök ki napok óta, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Ha ónos eső, ha eső, eső, ha nem esik semmi, örülök, de elfogadom, ha esik. Úgy nem lázadok már. Gyerekek, 2 hónapja esik az eső tulajdonképpen, vagy 1 hónapja. Ennyi csapadék, én nem tudom, mikor esett utoljára, úgyhogy tényleg. Tehát nem tudok már mind csodálkozni. Nincs mind nagyon, nem? Hát jó, de hát nem lehet így élni, hogy állandóan csak az eső. Szörnyű, egyébként tényleg. Hogy örökké nem eshet, vagy mi az a mondás? Ugye? Azt nem ismerem. Nem? A Holló című filmben volt, de igen. Én nekem csak mesélték, nem láttam azt se. Azt én se, az gyerekek, az nekem kimaradt. Nem egy rossz film. Brandon Lee-t se szeretem, meg senkit nem szeretek onnan, úgyhogy se az egyet, se a kettőt. Nem szereted a Brandon Lee-t? Nem. Nekem abszolút kimaradt ez is, az egész szubkultúra, amit Holló, meg Brandoli, meg Bruce Lee film, meg Hamis Töltény, Igaz Töltény. A Mint a Tűz című akciófilm olyan szinten újító volt a maga idejében, annyira jó dolgok voltak benne, mint akció. Nem láttam, hogy ez azt valami hihetetlen. Nagyon-nagyon jó kis figura volt egyébként. Szerintem nagyon tehetséges akciófilm színész is volt, meg egyébként színésznek sem volt utolsó, és hát sajnos tragikus véget ért. Pont egyébként a Hollónak a forgatásán. Kinyírt a hongkongi maffia. Hát igen, állítólag. Állítólag ugye nem lehet tudni, hogy mi történt. Mink azért az forgatáson éles fegyver helyett, vagy igen, éles lőszer kerül bele. Amiben azért nem kerülhetett volna. Azért az érdekes. Eleve, hogy kerül egy forgatásra éles lőszer, ugye ez is megérne egy misét, de hát ugye azóta sem nagyon derült ki, hogy ott valójában mi történt. Ha nem éles puskában lehet egyébként éles lőszer tenni? Lehet. Igen? Ez nem úgy van, hogy az csak arra alkalmas az ilyen fegyver, hogy ilyen bűnpatront eldurran? Nem, ezek igazi fegyverek voltak, csak éppen, hát ugye... A töltény más. Egy, hogy hívják, ha kellett volna lőniük, mondjuk így ilyen riasztólőszerrel, vagy valami hasonlóval. Aha. Tehát, hogy valahogy abban a fegyverbe éles lőszer került. Menő. Szegények. Jaj, gyerekek, a szörnyű dolgokat álmodtam megint. Na, hú... Nem is tudom, hol kezdjek. Most. Még most aludj. Nem, kajáltam egy kicsit tegnap este, de nem durva dolgokat egyébként. És nem is tudom, hogy mi váltotta ezt ki. Akarjátok az újabb fejezet Bali agyából? Aha. Című dolgot elmondani? Kezdjük azzal, mert azt meg tudom legalább. Képzeld, de nem emlékszem. De ott tartok, hogy nem emlékszem arra, hogy mit. Majdnem 3-as ikrek egyébként. Igen, 3-as ikrek. Nem emlékszem. Egymás mögött voltak. Nem, tudom. Igen. Azért nem látszott. Egymás mögött voltak, nem láttuk őket. 3-an vannak. Igen, a Viki csinált ilyen csirkét, és ilyen majorannás, ilyen tepsis krumplival, de itt 6 órakor, amikor a gyerek hazajött az óvodából. Fekete listára verő. Annyi. Soha Vicky többet, vel. Nem a Viki, a tepsis krumplival. Érted? Ne csináljon többet? Nem, többet ne egyet. Ilyenkor mindig meg kell jegyezni azt, hogy mi volt az étel, ami kiváltotta. Hány órakor etted ezt az ételt, abban az idősában te többet ne vacsorázzál, és azt ne vacsorázz. Mm-hmm. Igen, csak én azt hittem, hogy akkor van ez, amikor 8 után nagyon bezabálsz, tudod, vagy 8-kor, vagy még 7-kor, és hülyére eszed magad szalonnával, meg nem tudom. 6-kor egy ilyen laza vacsora a gyerekkel. Tehát, hogy én tényleg semmi. És utána a gyerekkel sem szabad többet enned. Gyerek lehet, olyan katartikus élmény volt a gyerekkel a vacsora, hogy lefeküdtem aludni egészen korán, és elindult az agyam, és elkezdődött az álom. Az álom arról szólt, hogy elindultunk szülni, mármint, hogy én ugye Vikivel elindultam szülni. Jó, mostanában minden második álmod így kezdődik. Várjál, egy adott ponton visszakerültünk az én régi lakásomba, ahol Viki azt mondta, hogyha nem maradok ott a szobába, és nem ott fogunk lakni a szobába anyáméknál, ahol most ugye anyámék laknak, akkor ő gyerekkel együtt kiugrik az ablakon. És kimászott a szúnyogháló másik oldalára. És állt a panellakásnak a harmadik emeletén. Elindultuk a hévmegállóba. A hévmegállóba jött egy orvosi kocsi, ott felszedett minket az orvosi kocsi, és onnantól kezdve én szültem. Belőled jött ki a gyerek. Igen. És képzeld el, mint a rétes tésztát, itt kihajtogatták a hasamat,
És mondtam a dokinak, hogy én úgy tudom... Akarom én ezt hallani. Én úgy tudom, hogy valami érzéscselenítőt ilyenkor kell adni. És a doki a hévmegállóból műtött. Van egy hévmegálló nálunk, hévmegállóból műtött. Tehát ő volt a hite, és te hol voltál? Én fönt voltam a héven, mert kiderült, hogy a hév a műtőkocsi. Figyelj, nagyon beteg volt. Melyik állomás volt? Ott a Csillaghegy Filatorigát, igen. Tehát az a rész. Egy jó epidurális a Filatorigátnál. Megszültem a gyereket, amit az Istennek se akartak rám tenni. Ez egyébként tudom, hogy honnan jött. Van egy Bölcs Baba nevezetű könyv, amit most olvasok újra, mert nagyon jó dolgok vannak benne. Még a Domjántól kaptuk, és szerintem innen jött az egész szülés meg gyerek, mert ezt olvastam utoljára. Ez ebben a pillanatban ugrott be. Akkor bocs, a tepsis krumpért, a Domjának. Végre könyörögtem, hogy tegyék rám a gyereket, aki ilyen kékszínű volt, és itt jött a legszürreálisabb rész, hogy a gyerek elkezdett beszélni. És apa, mondta, apa. Nem, képzeld-e folyékonyan. És rosszul voltam tőle, és nem szerettem, és a hideg rázott, és azt akartam, hogy ne beszéljen, és legyen olyan, mint a többi csecsemő, és beszélt. Beszélt, és utána fölkelt, járt, sétált, és beszélt. Oh. És hazavittük a Benihez, aki nem szerette a testvérét, mert csoda. Ugyanúgy beszélt, dumált, és kioktatott minket. És jött a gyerek, tudod, de újszülött volt, és jött itt két lábas, oda ment a hűtőhöz, dumált, intézett mindent, és azt mondtam, hogy Jézusom, én gyűlölöm ezt a gyereket. Ez érted? Mennyire durva? És beszélt. És így, jó, kösz, így kell csinálsz, úgy kell csinálni, leosztott a Benit, leosztott minket, érted, dumált kicsit, köszönt, és az volt, hogy nagyon akarjuk ütni. Hogy miért nem olyan, mint a többi? Ne legyél zseni, abból ne legyél zseni, utállak, hogy ilyen vagy, tudod, és ez volt. És ilyen verejtékben úszva ébredtem föl, és megnyugodtam, ránéztem a Vikire, láttam, még nagyon nagy a hasa, egyben van, megtapogattam magam, én se szültem, figyelj, annyira megkönnyebbültem. Viki, van egy gyógyszeres polc a konyhátokban, hogy nem nyúltál félre véletlenül? Megvan egy újszülött, aki járkál, dumál, és mindezt ilyen nagyon idegesítően, tudod, vannak ezek a kis koraérett kisgyerekek, tudod, akik így, jaj, anya, hogy fogod azt a villát, nem így kell. Jaj, anya, igen, ez a kis százmarci volt, de mindezt egyébként újszülöttem. Figyelj, és hazavittük, és azt hittük majd, hogy Beni megkedvel, és a Beni se szerette. A Beni se szerette, mert a gyerek okos volt, és beszélt. Tudod, milyen szürreális volt? Hát csodálod, arra készülsz, hogy egy csecsemőt hazahoznak apádék, és egy kis felnőtt jön. Hát mit szeretne benne? És vannak azok az álmok, amik ilyen nagyon tisztán megvannak, és akkor rám tették, és beszélt, akkor azt hittem, hogy csak én képzelődöm, és ő nem beszél. És nem hagyta abba. És ott feküdt, tudod, minden gyerek ott alszik, sírtogál, szopizik kicsit, ilyenkor és dumál. De amikor... úgy, hogy én szültem meg, az én hasamból vették ki, figyelj, amikor nagyon beteg volt. Álomban azt mondja valaki, ebben az esetben mondjuk a gyerek, azt mondja, hogy most azt hiszed, hogy álmodsz, de nem. Ez a legdurvább. Ez a legdurvább, amikor az álomban mondja azt, hogy nem álmodsz. Igen. Azt hiszed álmodt, igen. Azt hiszed álmodsz, de nem. Szóval... Kaptál egyes mest anyukától, hogy kipakolják a kis szobát. Fú, nem, Lajos barátom irogat. Szóval egyszer szörnyű volt az egész, és az volt, hogy a végén ott voltunk a Vikivel, hogy tehát valamit csinálunk ezzel a gyerekkel. A Viki riadt föl tulajdonképpen ő arra, hogy begyújtottál a kandallóba a Domján könyvvel? Nem, én éjszaka aztán fölkeltem, és akkor láttam, hogy egyben van, és akkor visszaaludtam, de már rájöttem, mi az oka. Van egy könyv, amit én megint tegnap, ez tényleg nagyon jó, Bölcs Baba, ez nagyon jó kis könyv. Aha. Mit csináljás? Hát hogy csináld? Mit gondol a gyerek, hogy amikor megszületik, hova kell tenni, mit kell neki mondani? Tök jó dolgok vannak benne, és nem melledre ez a... Melledre kell venned a gyereket, vagy nem nekem kell? Nem. Nem, neked az nem jó. Az anyának szülés után? Én azt mondják, hogy az nagyon, nagyon fontos. Csak igen. Azért, mert hogy azt olvastad, hogy ugye nem kell merre venned, és azért dobtad le, nem? Nem. Én akartam, hogy adják már oda, hiszen megszültem. Akartad, és az Istennek se adták oda, majd odaadták, erre a gyerek megszólalt. De ha olyan mellé lennének, de kis gusztustalan volt. Akkor sem kellene a melleire venni? Olyan melléim lennének, mint Kassa TV-nek. Jó reggelt, Tibi, ha fönn vagy már. Nem, még nincs, de majd visszamondják. Tudjátok, van az állapot, amikor úgy kelsz föl, hogy így szétárad a testedben az a nagyon megnyugtató érzés, hogy köszönöm, Jézus, úri, tudod, és hála akkor egy kicsit így megtapogatod magad, így rájössz, és így azt mondod, hogy Jézus, köszönöm, de jó. És aztán egy kicsit félve alszol vissza, de visszaalszol. Megvan az, amikor úgy ébredsz? Igen. Fú, basszus. Hú, de jó, hogy csak álom volt. De ez nem lenne egyébként jó, hogyha a gyerek el tudná mondani, hogy... Nem, figyelj, nem. Nincs a sírás, nincs a izé csöndes időszak az elején. Nem. Képzeld el, hogy sokan várjának arra, és amikor tegnap este ezt álmodtam, akkor rájöttem, hogy ennél nincs szörnyűbb, amikor egy újszülöttnek. És beszél, és kora érett, és öltözködik, és csinálja, és nincs mondja. Nincs vele gondotok. Hát el tudja mondani, mi a baja, fölöltözik, kimegy magának vacsorát csinálni. Mi apa léci, közd meg, csokolni a kezdőt, még nem tudok. Na, ilyen volt, egy kis frakba leül zongorázni. Két órapos gyereknél zongorázom már frankba, érted, karácsonykor. Egy kis pianinója van benne. Mikor mit tudom, hogy december 15-én megszületik, és 21-én segít teríteni, nem állt.
Szóval, hogy az egész, tudod, ja, és mindez képest kicsi, és ilyen gnómszerű, tudod. Fú. És így beszalad, ugye, szobába, így bedöcög. Atyaisten, úgyhogy hát nem, megkönnyebbültem. Aztán nem tudom, hogy folytatódott, fölkeltem, és utána már a visszaalvás után nem volt semmi. Nektek semmilyen beteg álom soha? Hát de, csak azokat nem tudom elmesélni. Én egyrészt. Másrészt, de ez a fajta, ez nem, hogy beszalad a kis, hogy hívják, a csináltatott, méretre csináltatott zakóban beszalad a kis emberke, és azt mondja, hogy kibontja a karácsonyi csomagot, és azt mondja, hogy tajtékpipa, tajtékpipa, mindig elvágytam, vagy ilyesmi. Igen, 1000 darabos puzzle, már megyek is, kirakom. Nem, csak 1000 darabos, igen, azt már kiraktam. Igen, és csak ég. Ó, csak de jó, nincs rajta felhő, semmi, az a kedvencem, mikor nagyon nehéz. 10000 darabos puzzle, Notre Dame. Jaj, de jó. Igen. Mit sem vagyok, és egy fél orrom jön, hogy kirakta, tudod. A félkézzel bekötött. Hátrafelé. Úgyhogy hát nem, megrémülök néha magamtól, meg az agyamtól, hogy miket tudok álmodni. Most nem fogom este ezt a könyvet olvasni, mert nem jó. Egyszer kiolvastam, de most akkor azt mondom, hogy nem. Hát az inkább is ledakom. A tepsis krumple, ez egy veszélyesel egy. Lehet, hogy a, igen. Vagy a csirke. Vagy a csirke, de annól 6 körül, tehát nem volt vészes. Ez nem ez az este 9-kor térdelünk a hűtő előtt. Próbálj rá. Ordítva zabálunk, belehajolva a hűtőbe, tehát én ezt nem tolom. Lehet, hogy ez lenne a jó. Próbáld ki, ma este 9-kor hajolj bele a hűtőbe. Hideg csülök pörköltet kézzel. Térdre imához, egy sercivel így a... És akkor szépen, mert ledőlsz, és akkor kíváncsi, hogy holnap elmeséled, hogy mit álmodtál. Na? Jó, kipróbálom. Mert, ha ez nem működik, hogy te 6-kor eszel utoljára, akkor lehet, hogy az működik, hogy 9-kor. Egyébként tényleg, így van. De csak óvatosan. Tehát arra nagyon figyelj oda, hogy megfogod a serclit, és akkor a máj tetején lévő 5 centis zsírnak csak így a felét húz le egyetlen aztán mozdulat. Hogy mennyire nem eszem ilyeneket. És aztán harapjál mellé egy fej lilahagymát. Hideg liba máj zsírjában. Az egyébként jó. Na, most azt mondja. Tessék, próbáld ki ma este ezt. Jó. Majd valamint szerzek. Úgy? És aztán rombold egy kis ágyas pálinkába. Tudod, igen, hogy ne, az már vég lenne. Ha én itt tolnám, az már, ott már valami nagy törésnek kéne, hogy legyen. Oda másznál Viki Merli az ágyba, és egy ilyen jó zsíros csókot tud. Hát az másnap rossz, nem? Vagy nem azt mondják a hagymára? Vagy az hogy van? Is. Az már aznap is könyörtelen? Neked nem, annak rossz, annak, aki melletted fekszik. Igen, akinek összezsírozod a nyakát. Soha nem álmodtok beteg dolgok? Nem, jöttök egyszer úgy beteg, ami nagyon beteget álmodok. Én úgy, akkor örülnék, hogy más is ebben a cipőben jár. Tehát én már kicsit úgy alszom, mert hogy félek, hogy mi lesz. Tudod, minden egyes elalvásnál eszembe jut, hogy ma vajon ma mi? Hát mivel ma mi történik az agyamban? Mi nagyon jó érzékel, nagyon jól időzítve, így közvetlenül karácsony előtt mentünk bele egy lakásfelújításba, ezért én gyakorlatilag erről álmodok már hetek óta. De nálam vannak pozitív álmok is, csak aztán felébredek. Például most tegnap este azt álmodtam, ez egy pozitív álom volt, hogy a burkolónál volt vízmérték, de aztán sajnos felébredtem. Hogy nem. Egy burkoló mindig a szemére hagyatkozik, ezt ne felejtsd el. A burkolók öntörvényűek. Ez a baj, hogy ez így is van. Arra a szemre nem kellett volna hagyatkozni. A burkolók Józsik, Bélák, Sanyik, az esetek nagy többségében általában, és a szemükre hagyatkoznak. Hát ha már van velem vízmérték, ott már nagyobb az alázat, mint kellene. Hát én egy picit sajnáltam, hogy ez csak egy álom volt, hogy volt nála vízmérték, mert ha lehet volna, akkor az azt jelenteni, hogy most be tudjuk csukni az ajtót. A szobában. De nem baj, majd levágunk az aljából. Ne törődj vele, ilyenkor van az, hogy leszereled az ajtót, és levágsz az aljából. Aha, igen. De ne legyen már azt, ilyenkor, a könyörgöm. Ilyenkor jövök rá, hogy milyen jó az, hogyha függöny van a szobán, mert akkor nem probléma. Érted, ez is ilyen tipikus a megrendelő rossz hozzáállása. Tehát te vagy a megrendelő, te szeretnéd becsukni az ajtódat. Uh-huh. Ne az legyen, hogy neked, igen, hogy le kell venni az ajtót, és majd ott te fűrészelsz belőle. Ahogy lehetek egy ilyen konzervatív, nem? Hogy de jó lenne, hogyha egyébként lennének vízszintesek, meg derékszögek a szobában is. Mondjuk, hogy ha esetleg nincsenek, ezt azért figyelembe veszi a burkoló, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor már valami kis izével, kis hajzatkiegyenlítővel csináljuk már meg azt a vízszintet, hogy legyen. De kértél, nem, mert, hogy kértél ajzatkiegyenlítést? Nem, viszont terepszemlét kértem előtte, de az nem szükséges. Azt mondták. Tudjuk, mi főnök innen is. Ez a baj. Mártad, megint te hibáztam. Kérni kell egy ajzatkiegyenlítést, terepszemlét. Meg tudod, mi a legnagyobb hibám? Én azt gondolom, hogy az, hogy én bízok a szakemberekbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ő szakmája. Nem nekem kell megfejtenem helyette. Nem nekem kell tippeket adnom, és főleg nem utólag. És mi a megoldás? Fölszedeted? Szedesd föl. Hát nem. Hol burkolt? Egy kő lent a földön? De hát egy szobában lett szépen lerakva egy laminált padló, és most gyakorlatilag az van, hogy vagy visszaszedetjük az egészet, vagy pedig hogy hívják, vágunk egy picit az ajtóból.
Hát az a baj, hogy... De ez azért jó, mert akkor alatta be tud majd jönni a macska mindig, és nem fázik. Egyrészt kettő, hogyha az nem lett egyenesen letéve, akkor az előbb-utóbb az el fog kezdeni mozgolódni kicsit, föl fog pupozódni. Ne, lehet, ez úgy van lerakva, hogy ez már nem mozgolódik. Én örülnék, ha mozgolódna. Igen, én örülnék, ha mozgolódna, de ez nem fog. Úgyhogy, nem mindegy. Az hát a jó. Igen, ez az a lakásfelújítása jó. Igen, és ez a jó, amikor bejön a másik burkoló, aki egy másik munkából kifolyólag van, ott benéz a szobába, és azt mondja, na, ez se parkettás rakta le. Na, én azt felszeretném. Azért kell ilyenkor, mert egyébként utána ott vagy 20 évig, és minden nap ránézel, és minden nap kicsit zavarni fog. Tehát ilyenkor megéri a plusz fáradtság. Hát, és én vagy ugye a plusz konfliktus. Sajnos ilyen vagyok. Én szerintem igen, tehát ilyenkor érdemes beleállni, nekünk is elég sok ilyen volt, és mi mindig azért álltunk bele, mert én tudtam, hogy utána az lesz, hogy ott vagy egyébként 10 évig, minden nap úgy mész be abba a szobába, hogy rálépsz, és eszedbe fog jutni. És most még 3 nap plusz, amíg szív, vagy utána 10 év bosszankodás, akkor 3 nap pluszba kell belállni. Szerintem meg némi konfliktusba fökeszedetni. Ezért te vagy a megrendelő. Hát igen. Hát mindegy, ez van. És akkor rájön az ember egyébként, hogy így ezek a régi, kicsit unott, kicsit ilyen közhelyszerű mondások, mint a jó munkához idő kell, hogy ennek azért van valami alapja. Régi jó dolgokból nem marad semmi. Hát na, igen. Hát, nem. Hogy... nem. Ahogy a reklám is megmondta. Amikor gyanúsan gyorsan végeznek valamivel, akkor ott azért. Hát igen, ez kicsit olyan, mint a ló, tudod, a ló is olyan, hogy fölül rá, és az ember, és aztán megérzi, hogy mit szabad, és mit nem. És akkor, ha legyőzöd először a lovat, akkor rájön, hogy te vagy az úr. Szerintem a sok munkás is ilyen, vagy az ilyen típusú munkások, hogy felrakják egyszer, bepróbálnak, ha nem szólsz, akkor az úgy jó. Aha. Ha szólsz, akkor azt mondják, figyelj, szól, vigyázzunk, és akkor felrakja még egyszer, tudja ő ám normálisabban. Úgyhogy gyorsan akar, sok megrendelése van, menne már tovább, hát ha nem veszed észre. Ez olyan mint a ló. Föl kell ülni. Te ott... mit tudsz te a lovakról, tényleg? Hát egy szamár mellett álltok át. De volt idő, mikor az élőben is lovagoltam, meg álltam én még ló mellett a játékban is. Bepróbálkoznak. A lóra fölülsz, egy perc alatt eldönti, hogy ő az úr, vagy te vagy az úr. Ilyenek kicsit a mester is. Sokszor a mester is ilyen szerintem. Fölrakja egyszer úgy, hogy töntsd el. Amikor parkettázik a mester, 4 kézlel van, ülj föl a hátára. Itt a megoldás. Ja, menj egy kört a szobában vele. Bani mondta, az első egy percben kell eldönteni. Jó! 4 kézláb mester. Hát igen. De minden esetre, tényleg, ha az ember még így naív. Én sokszor vagyok naív. Tehát azt hiszem, hogy ha kitakarítom a szobát, kiviszek onnan mindent, ha bekészítek neki mindent, hogyha ha meginvitálom, és azt mondom, hogy jöjjön kérem, fáradjon el hozzánk, még mielőtt neki kezden a munkán, nézzen körül, tudod. De hát nem lehet mindenki olyan, mint például Sanyi a burkol, aki írt nekünk egy SMS-t. Mondta, hogy Sanyi. És még szintező lézerem is van, és nem félek használni. Na most... Mit mondtam, hogy Sanyi? Dolgoztatunk, azt félt használni. Béla, Józsi, Sanyi. Hát régi jó mesternevek. Hát így hívják, az összes burkoló általában Béla, Józsi, Sanyi. Na, Sanyit hívjuk föl. Aha, én most összeismerkedtem egy Tamással, aki nagyon szimpatikus. Janus. Tamás Janu, nem burkol. De... Nem. Ez egy másik generáció. Nem, ez egy másik generáció. Tamás nem burkol. Sanyik, Bélák, Józsik. Józsik burkolnak általában. Na jó van. Úgyhogy ez van. De reméljük, hogy azért szép karácsonyunk lesz. Hát valahol persze, egy szállodában. Gondolj arra, gondolj arra, beesik az eső a szobába, összegyűjtik középen a csapadékot, mert arra felé lejt a laminát parkett. Tehát mindenki, hogy amikor felmostok, majd akkor oda megy be a... Belső úszó. Meg azért jó egyébként, mert mindent megtalál, mindent tudjuk, hogy hol keressük, mert bármi ugye lekerül a padlóra, az begurul a sarunkba. Ennyi. Érted is? Ennyi, ott keressük majd. Üveggolyozni nem fogtuk, tudni, nem tudod fölgurítani a parkettel, mindig visszajön. Tehát egy... Így van. Ez azért jó. Meghagyhívákokkal tudjuk majd csak megközelíteni az ajtót Nordic Walking botokkal, mert olyan kaptató van. Na mindegy. Ez na jó, hogy állunk játékkal? Mi van, hogy van? 1-0. 1-0-ra mennek a hallgatóink, igen. Igen? Igen, azt hiszem, hogy tegnap döntetlen volt, ami ugye nekünk kikapást jelent. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, jó, ha valaki szeretné játszani. Akkor írjon nekünk SMS nyugodtan, kinek hogy indult reggel, mi a helyzet az utakon. Egyébként várunk közlekedési híreket is, mi pedig jövünk a legfrissebb hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Van egy közlekedési hírünk, ami talán fontos lehet. A Hungárián van egy kis dugó ott a Tököli környékén. Mert hogy nem egészen jók a jelzőlámpák, valamint elütöttek valakit Rákoshegyen, a Ferihegyi úton, mentő még nincs, és szerint nem dugó várható. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen.
Valamint M5-ös Kecskemétől M3-asig rendőrmentes és balesetmentes robó a pilóta küldte nekünk. Kevesebbet kell zenélünk, mert ezt tudjuk a hallgató kedvéért mondom, hogy Balázs egy picit bealudt most itt a két megszólás között, és rossz a támadhatott, mert azt mondta, hogy nem, még nem érettségizhetsz le, még csak 7 éves vagy. menj innen, ki vagy tagadva. Büdösködök, igen. Aj, de kemény volt tényleg. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na várjál, nyitok egy-két ablakot itt. Norbi? Így van. Norbi, hello, jó reggelt! Norbi, honnan hívsz minket? Svájcból. Norbi, hát mit csinálsz te ott? Csoki vagy óra, szerintem. Nem, protézis. Medicin technik. Ó, mihez ez? Nem értettem pontosan, hogy hova? Ilyen orvosi dolgokat csinálok. Orvosi dolgokat csinálsz. Jó, az precíziós. Ilyen veselő, protézis, csavarok, ilyen dolgokat. Aha, protézis csavar. Aha, az jó. De mivel csinálod? Reszeled őket, vagy esztergályos, vagy nem tudom, hogy lehet? Nem, marós vagyok. Marós. Számítógépes marós? Így van. Aha, CNC. Az vagány. Miért Svájcban? Ott volt lehetőség? Vagy jobban megfizetik? Vagy hogy ott? Hát Magyarország nem mindent jobban megfizetnek. Azt hiszem, lassan már. Hát igen, érdekes, amit mondasz, nyilván oda megy az ember, ahol az ő szakmáját a legjobban megfizetik, ha megtehet és nincs családja mondjuk, és el tud menni külföldre. Egyébként egyedül vagy családdal vagy tokin? Nem. Ezt akartam még mondani, hogy a feleségem és a kislányom van. Na. És hát a gyerekemnek a jövő szempontjából sem mindegy, hogy hol vagyunk. Hát igen. Ráadásul Svájcban nagyon sok nyelvet megtanul. Tehát, hogy ott tartományonként mindenhol más nyelvet beszélnek. Kicsit arrébb, mert már nem tudsz egy kiló kenyeret venni. Kicsit francián, kicsit németed, itt egy kicsi angol, ott egy hirdatot. Egyébként így van, hogy a szomszéd kantonban már nem biztos, hogy megértik azt, amit a benszülöttek beszélnek a másik kantonban. Bizonyára, hát ott ezek a kantinok. Ilyenek ezek a kvantumok. Ezek a kvantumok, igen, ott 2-3 nyelvet az ember simán folyékonyan meg tud tanulni, ráadásul a gyerekeket olyanok, mint a szivacsok, ők aztán szívják magukban. Jól van, na kivel szeretné játszani, Norbi? Hát, veled Balázs. Te jó. Jaj, na, órát elő, hát, jó, hát szóljon. Feri, add már oda légy szíves az órát, tessé, nekem más dolgom nincsen, te meg csak nézel. Így van, megnézem, mit írnak a hírek. Persze. Te vagy. Igen, már néztem is annára erősen. Mondd még egyszer, Norbi. Azért csak, hogy a Pécegödörtől a békaúsztatóig hátra küldelek. Nem, most ott áll a Szamár mellett. Most a Szamár mellett vagyok. Nem tudunk lebeszélni róla, hogy őt választ. Nem lehet a Feri vagy a Jani? Az igazság, hogy igaz, hogy nem úriemberhez méltó, de hát a gyengére mész. Mind a gyenge félpontot kell eltalálni. Emlékszem, volt idő, mikor még azért nem játszottam, mert féltek tőlem. Milyen nagy kopás ez azért. Válasszuk a gyengét, válasszuk a sebesültet. Na jó van, de ne legyél passzív, mert egy kicsit ilyen lassabb vagy ilyen komótosabb, és nagyon szigorúan nézzük mi a passzivitást, úgyhogy tessék sokat beszélni, jó? Jó, azért egy kicsit rosszul hallak benneteket. Na, jó, persze, már a kamu, rosszul hallak, igen, már egyszer volt egy svájci játékosunk, aki ugyanezt elsütötte, nem te voltál, Norbi? Nem. Nyilván az irgalmatlanul fejlett Svájcban rossz a telefonvonal. A kutyafáj, késik a hang, igen. Na, mehetünk? Mehetünk? Jó, mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek, Norbikám. Most már elkezdtük? Elkezdtük, persze, megy a játék. Itt vagy? Itt vagyok, persze. Na, hogy teltem a reggeled? Mesélj egy kicsit, mit csináltál? Hát, felkeltem, elszültem egy cigarettát. Cikizel? Reggelente néha. Uh-huh. Mennyit szívsz naponta? Hát, körülbelül egy dobozzal. Cikizel? Régebben volt olyan. És most már leraktad? Tessék? Most már leraktad? Már letettem, így van. Párodit cigizik? Alkalma a kincse? Soha. Csak ha iszom. Párodit cigizik? Csak ha iszol. Párod cigizik?
Soha nem próbáltak. Soha nem. Szúrt oda! Éppen, hogy csak! Mennyi lett volna? Még 10 másodperc? 10 másodperc lett volna még hátra. Yes! Megvan. Ugye a gyenge pontról beszéltünk, nekem a feleségem is a gyenge pontom, ugye? Igen. Pedig ügyesen játszottál, nagyon jók voltak ezek a kis riposzt visszakérdezések, de... De, hát nem ért semmit. Picit olyan volt a játék, igen, hogy nem akartatok tudomást venni egymásról. Kicsit mindenki a saját kérdését erőltette, és a saját valóságában, a saját világában ment előre. Kicsit olyan volt az egész, itt egy ilyen kocsmai beszélgetés a pultnál, amikor már mind a ketten így beharaptatok egy pár feles, így mindig mondja a sajátját. Igen, igen. Norbikám, köszi a játékot! Köszönöm én is, sziasztok! Hello! Köszi! Hello, hello! Akkor tehát? Egy-egyre hoztad saját magadat. Várjál, az oké, de hogy hol vagyok? Hát, ha már figyelj, hát, most vagy, megint. Vagy megindultam kengyel, a lovarda felé. Nem, megint kengyelben van a lábad. De hogy üljek már föl. Kengyel láblendítés. Hány mozdulatból fogok fölülni arra a rohadt szamára? Akkor üljön föl. Fent ülsz. Most álltam a szamár mellett. Most fölülj. Fent vagy. Ne legyél aljas. Fordítva. Figyelj, fent ülsz. Jó, fent ülök a szamáron. Így van, de egyelőre még abrakos tarisznya van előtte, falottozik az az állat. Még nem megy sehova. Még nem mentek sehova, de holnap megindulhattok. Holnap már lehet szamaragolni. Mondjuk nem baj, ha a szamárok is azt mondják egyébként, hogy nyíj. Nem, azt mondják, hogy menjél, te szamár. Milyen, miért nem, ritkán ülnek. Te se beszélsz jó németül, érted, ő se beszél jó lóul. Hát nem tudom, ritkán ülnek szamára mostanában. Azért régen ez talán gyakori volt, most már azért szerintem kevésbé, mióta a lovat háziasították, nem tudom. Én legalábbis az elmúlt 10 éve nem láttam. Senki nem jött velem szembe az erdőbe szamárhálatot. Megy a juhász szamáron. Az lehet, ér a lába. Na, bizony. Nem tudom, mit mondanak a szamára. Induljál megfele. Igen, na jól van, oké, egy-egy van. Ez tehát a helyzet, 4 perc van pontosan 7 óra, Hungária körútra a Tököli után működnek a jelzőlámpák, és nincs torlódás, ezt Viki elküldte nekünk. Viki, köszönjük szépen, akkor helyre tetted az előbbi hallgatónkat, aki viszont mást írt. 4 perc van 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Friss közlekedési hírekkel egyébként, és csak mondom, hogy elhagytam a klíma távirányítóját. Mi, fázol? Nem, akartam még egy kicsit kapcsolni, de most hűt, most jó, kezdődik, most elkezdődött valami, igen. Most pont jó. Csinálok egy forró teát. Az lesz teres a hátad. Kicsit túl hűtöttem, hogy érzed? Azt mondja, hogy Lajos Mizse Budapest nyugati vonalon gyár felső állomáson meghalt a vasparipa. Ó, de szépen fogalmazott valaki, köszönjük. Köszönjük szépen, meghalt a vasparipa. Aztán azt nézem, hogy Trafi Ajkán a Timföldgyári úton Hege üzeni nekünk, Váci út bevezető Araszol üzeni Anna, és a 44-es úton a Tisza Ági leágazásnál a híd közepén lerobbant kamion életveszélyes, egy sávot teljesen elzár. Ezt T. Boy küldte nekünk, köszönjük szépen. Majd nem fogsz annyira örülni ennek a választékos fogalmazásnak, amikor majd a Benny Öccse fogja tolni? Á, bizony. Egy hetesen. Édesapám, úgy hallottam, hogy gyál felső állomásán meghalt a vasparipa. Tisztelettel kérlek, hadd mondjam el neked, hogy. Igen. Ajajaj. Felneültessétek Balázs a szamára, még képes is bevonul Jeruzsálembe. Ha valamikor vonulsz, akkor most vonuljál. Gyerekek, hát hosszú az út, amíg az ember a pöcegödörtől eljut a szamár hátáig. Most egyre itt tartunk. Én mondtam, hogy 6. haszakat karácsonynak kilovagolunk, édesapám. Erre készítsétek a pálma ágokat. Bizonyám. Úgyhogy gyerekek, innen már csak 2 ugrás, és ott vagyunk. Ott vagyunk a lovardában. Úgyhogy nincs nagy baj igazából. A burkoló témához szólnak hozzá sokan, Jani, mindenféleképpen szeresd föl a dolgot, és ne hagyd annyiban, mert hogy bánni fogod, ha nem. A kedvencem az, aki azt írja, hogy mert dzsugori vagyok. Igen. Ez azért van. Pénzt kell adni, ez érte, és akkor megcsinálják rendesen. Pedig, amit szokott lenni általában, hogy nem előtte fizetek, hanem utána, tehát, hogy még mielőtt a munkát elvégezték volna, az de előtt ugye nem nagyon sejtett. Hát persze, kifizettem. De miért? Mint? Ez nem szabad. Hát, hogy ne találkozzunk többet. Ja, most már lelépés idő. Figyelj, nem. Majd mással megoldatjuk a dolgot. Úgyhogy. Hát szomorú ez azért valahol. Hát az. Meg hát nyilván azért mondjuk azt a szobát használtátok volna karácsonykor. Nem, nem terveztük.
mert az elhussan. Tehát abból majd, januárban lesz majd valami, középen csak mondom. Ott, ahol lesz helyett, széthúzzuk a bútorokat, azt ott középen majd ott összegyűlik. Tudod, mit csinálnék én? Én felszedném kézzel saját kezűleg a laminált padlót, azt karácsonyi tűz az lenne az belőle. Az a baj, hogy bennem is volt ilyen indítatás, de nem kézzel szedtem volna fel a legszívesebben, csak az sokba került, hogy neki essek egy hasító fejszív. Igen, ugye valaki nem adta volna ilyen semmit, hogy a laminált parkettát náluk rosszul tették le, akkor a reggel volt, ez már lassan egy órája. Jól. Most... Akkor részben jól. Várja, mert nem valami rosszabban. Ha már elment, akkor már lehet mondani, nem? Vagy most nem mondjunk semmit, de részben jól. Egy része jó, csak az ajtónál egy picit ott kaptatósra sikerült. Aha. Meg nem a plafonra tették, tudod? Tehát neki már igen, nézzük pozitívan. Nézzük a jó oldalát. Mert korábban cement volt. Úgyhogy ez nem rossz. Igen. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Kérlek szépen, az a helyzet, hogy pénteken egy rendezvényen mulattam az időmet, a fővárosban van egy nagy bevásárló központ, és van egy koripálya előtte. Ah, igen, tudom. Nagyon óriási volt a buli, nagyon sokan direkt eljöttek. Direkt koripálya, vagy csődörés? Nem, direkt koripálya, lehet nagyon jó kis koripálya, ott volt a rendezvény, nagyon sokan koriztak, egyszer csak, így nem is vettem észre még a program leírásból, amikor meglátom magát a félistent. Ó, kiváltott. Hát nem, hogy magát a diszkózás csimboraszóját. Ó, azért, még várja, finomítok, tehát ne dobd be még, még mondom, azt az embert, aki nem csak zenéjével varázsolja el a nagyközönséget, hanem a pontos labdákkal is! Hoppá! Dévényi Tibi bácsi! Dévényi Tibi bácsi! Figyeljetek! Hogy észlelte Tarkondobot egyel? Igen, mögöttem állt a színpadon. Az anyám! Na húzzál le most már innen, mert nyomnám a diszkót. Dévényi Tibi bácsi retro diszkóval nyomja végig az országot, és imádják az emberek, itt ráadásul ugye korizol közben, és akkor most következik az Abba! Úristen! És imád, de figyelj! Annyira, megölném magam. Én sem szeretem már ezeket a dalokat, nem. De rettenetesen jó hangulatú tud lenni egy ilyen buli. Tehát, hogy az a retro dolog, amit te is képviselsz. És Pepőfög a Trabant az Exotic! És ilyen konfok vannak. Ilyen konfok vannak. Még mindig itt olyan? Persze. Ilyen konfokam, igen? Persze, megáll a zene, tehát nincs átkeverés. Mert ott ugye akkor rá kéne beszéljél, és közben átkeverni a két dal. Ha megkeresi a lemezt, nem a táska. Így van, vége van az egyik dalnak, Tibi bácsi el, és megpöfög az Exotic, és jön az Abba, ami a Waterloo, így tudod, és már indul is a Waterloo. Figyelj, annyira jó volt ott egyébként kicsit beforralt borozva a népek egy része, és ment a korizás, hogy megőrülsz tőle, és mondtam Tibi bácsiak, hogy Tibi bácsi, hogy én értem, hogy ezek a te fiatalkorod zenéi, és ezeket ezért retro. Miért cseszegetsz ezzel mások? Te ledumáljál, te vagy a retrónak a legnagyobb képviselője Magyarországon, jó mondjuk Abbáig még nem. Azért a Waterloo és az Abba azért igen. Nem. Tehát, hogy azért vannak hiányosságai, mert ez az egyik, hogy ezt nem nyomom. Oké, hát életkorodtól kifolyólag ugye te egy másik irányvonalat képviselsz, de hát Tibi bácsánk meg ezt mondom. És mondom a Tibi bácsánk, hogy te Tibi bácsi, hogy az már nincsen sehol, és ez már egyébként az én fiatal koromban sem volt divat, hogy az ismerkedés ez egy kis alapot nem tudunk oda rakni, hogy lassú dal. Így van. Várj egy kicsit, felikében felkeltel, mert jó Saragossa bende. Mindjárt jön, felikében egyesen, ahol várj egy kicsit, egy perc is a nérve jó felikében. De hogy te tudtok még olyan diszkót, vagy szórakozó helyet Magyarországon, ahol mondjuk oda lehet simulni életet párjához, vagy föl lehet szedni egy nőt, annak akinek nincsen? Igen, de az már bezárt. Te tudsz olyat, ahol még néhány helyen nyereg alatt pújtják a húst fel? A te szamarad nyerge alatt. De figyelj, az ciki, az a múlt, hogy lassúzol? Na, ez nem vagy a múlt, hát ez az én meg a ti múltatok körülbelül 1983-ig. De akkor ez most már nincs. De miért nincs? Meg én sem járok nagyon szórakozó helyre, de szerintem ez már nincs ez a hajnali lassú, lámpa feloltós lassúzó, hogy berakják a nem tudom, mit raknak be a mit tudom én, a házi buli zenét, és arra lassúzol egy buli. Ilyen jó volt. De egyébként erre emlékszem, volt? Ez régen volt? Volt. Igen. De mondjuk a Feri tök álságos, hát ő azért szeretett lassúzni, mert mindenkinek a feje a köldöke aláért. Plusz, hogyha már ittas voltam, rá tudtam dőlni valakire. Na most az új kígyósi aranykalász diszkóban. Na mi ment ott, mondd. Az aranykalász presszóban. Most mindenhol volt aranykalász? Nálunk is volt lőrincel. Hát persze, aranykalász termelőszövetkezet és aranykalász diszkó volt a sarkon. A legmenőbb diszkó Csabáról kijártak új kígyósra, a Toklászba. Ez volt a... A
Toklászba. Ez volt a rövidítés a helynek. Aranykalász diszkó, Toklász. Toklász. Toklász kocsikkal jöttek, és rettet nagy buli volt. És aztán csak tartót hagytak maguk után. Hát volt az is egyébként a végén. Két fázisban jött a dolog, amikor még nagyon fiatal voltam, ilyen 17 éves, akkor még az volt, hogy 10-11 körül volt egy hármas lassú blokk. Te figyelj, úgy vártad, mint a messiást, vagy mint a karácsonyi ajándékot, ugyanis mi történt? Az egyetlen hivatalos és engedett formája volt annak, hogy te közel kerüljél. Hogy tudjál egy kicsit tapizni, bizonyám. Na most várjál, mert elindult az első lassú dal a hármas blokkból, és akkor elkezdődött a vadászat. Ki az, aki veled hajlandó? Ugye? Tudom, sose voltam olyan magányos, mint ezeken a lassúzásokon egyébként, amikor azon izgultál már este vagy éjjel 3 óra, hogy tudtad, hogy fél óra múlva jön a lassúzás. Ha nem találsz valakit, egyedül leszel, vagy elindulsz hazafelé, ami nagyon ciki, mert átszólnak, hogy nem várod meg a lassút. Emlékezel? Ha ott maradsz, még ciki. Ha ott maradsz és nincs párod, akkor viszont az még kellemetlenebb. És már 3-tól jött a gyomorgörcs, hogy kivel fogsz este lassúzni, mármint hogy az utolsó táncot bizony. Kivel járod el, hogy nyomorult egyébként. Már kicsit felkapcsolt lámpánál. Ugye? Na, az tehát már az a személyiség igen. Része, ott várjál, mert hát nálunk sok nyomták. A Toklászban volt egy hármas blokk, de ez még a dicső 80-as évek, és utána visszaállt a buli, és amiről te beszélsz, az az elbúcsúztató lassú dal, az meg azért volt személyiség, mert ugye már minden jó nőt elvittek, van minden jó pasi, végre egy valakit összeszedtél, éppen átöleled, éppen lecsúszik a kezed, és villany. Mi történik? Felkapcsolták a lámpát. Köszönjük, szevasztok, jövő héten ismét találkozunk itt a Toklászban, addig is jó. Ez a Toklász név, ez valami borzalom. Borzalom. Így hívták. Azt vidékiné, a haligalit nem értik vidéken, nálunk, érted? Mert nekem azt mondod 87-ben, hogy haligali, hát megütlek. Érted? Toklász, azt tudtad micsoda. Toklász. De miért kell diszkot Toklásznak hívni? Mert aranykalászpresszó volt. Aranykalász és Toklász a csúfné, vagy ragadvány. Így van. De ez nagyon jó. Toklász volt. Ja, hogy aranykalász volt, igen, mondtad az eredet. Mert jó, hogy nem, akkor mit szalonna, vagy mit malacsír, vagy pörzsölő. Azzal is próbálkozik. Pörzsölő. Gyere le a pörzsölőbe. És akkor Tibi bácsi mondta, hogy ezek kihaltak? Vagy és azt mondja, nincsen? Hogy hát, hogy már nem. Neki is egy ilyen elbúcsúztató lassúja van. Legalább de... nem karcolódnak azok a régi jó lemez. És vigyázhat rá. Már nem ő. Nem arról tolja? Modern? CD. Na tessék, ki mire lassúzott? Mindenki mondhat egy dalt. Csak akkor kicsit nosztalgiázom. Alphaville-nek volt valami lassú nótája, emlékeztek? A Big in Japan, nem? Vagy melyik? Forever Young. Úristen, azt nem vagyok arra. Hallgassuk már, csak az elejét, Bali, létszés, a gyerekkorom, a fiatalkorom, a szerelmeim. De most őszintén lassúzott veled valaki, vagy mindig ott álltál? Nem lassúzott. Mondták, hogy a langalétával nem táncolunk. Nem volt más esélye, tudod? Megfogtam, azt vittem. A laknival nem táncolunk az óriásra. Nem. Na tessék. Valóság is. Anna, gyere már, légy szíves. Gyere, Annával? Jézusom, az a fiatalkorom. Márja, ezt felveszem. Na, gyere már. Így nem úgy volt. A Toklász diszkóban? Hajnali 3 óra? Gyerek, ne te fogdossz majd. Anna! Istenet. Na és a... Ennél a részt már érezted, hogy itt elindulhat a kezed. Hát... Jani, miért, hol voltunk? Hát, én néztem röhögve őket, és mutogattam. Röhögtél? Persze, igen. Ott szorongtál a kis ödizi tornacipődbe a parkettán, hogy veled nem lassúzik senki. Popcornnal dobáltam ők. De, te voltál a szemét! Jó, de tudod, mit csinálnak ilyenkor? Ja, Istenem, hogy rácáfoltatok a szövegre, hogy így elnézlek benetek. Igen. Ez a szöveg már nem nektek szól. Na és idáig jutottál, igen? Így fogtad meg a fenekét a nőnek, és ekkor puff, most nem kellett volna egyébként. Ez csak egy ötvigyák. Ja, azt hittem, hogy rendesen végig kell csinálni. De Anna őrül most, boldog. Ó, de szép volt, köszönöm. Jaj, de szép. Nagyon szívesen. Lassúztunk. Fogadjunk vele, soha nem lassúzott senki. De hogy nem, egyszer szérted pokolgép itt és most. Tereljél, rohadék, ne tereljél. Lassú. Áltál magányosan a kis tornacipődből, a kis bermuda nadrágodból, a zsebretett kézzel. Hát tudod, hogy mindig egy kis szánalos nyomorult voltam világéletem. De hogy nem, azért nálam is előfordul. Mi? Micsoda? Hogy? Felkért valaki? Aha, persze. És mit csináltak vele? Mert a sötét basztíték osztolyam alapján, hogy lány vagyok, és egész összegem volt már akkor. És mondtad, hogy öcsi, enged el? Így van. Öcsi, enged el a feneket. Te vagy az, Jani, te vagy a nyálaszkám. Nem azért van osztolyam gyökér, mert csaj vagyok, hanem mert rockert akarod nyanyádba inni. Ingen, lenyomták a fejedet harmadszor. És akkor a fejbe dobta. Általában úgy volt én is, mert tudom, hidd el, velem se lassultak. Igen. Nagyon. Akik velem nem lassúztak, azok ott álltak a parkett a szélén, és mindig nézték azokat, akik olyan szerencsések, hogy lassúznak, és kicsit bántották őket. Nézd már, milyen béna, nézd már, hogy táncol, dobjuk már meg őket. Az egész közben miről szólt? Arról, hogy rohadt irigy voltál, hogy veled nem lassúzott senki. És
arról szólt a dolog, hogy fikázd akkor azokat, akikkel lassúznak. Jó, de nekem legalább volt alibi, vagy rocker voltam, érted? Iron Maiden pólóban nem megy oda az ember lassúzni. Az jó kibúvó volt. És álltatok a szélén, mint rockerek, és veletek nem lassúzott senki. Dacos arca. Nagyon engem se kértek fel egyébként. Tehát te voltál az, aki a házi buliban odaszóltak, hogy nem lassúzik veled senki, szegény, de akkor főzd meg a virslit, ahogy a hallgató írja. Szegény, akkor menj, főzd meg a virslit. Én álltam a konyhába, utána mindig virslit főzni. Nem tudom, én valahogy akkor nem voltam sikeres a csajoknál, és ugye ideig ott lófráltál, tudod, és az volt a legszebb, hogy már ment a lassúzás, de te még ott a tömegben egy kicsit úgy sétáltál, hát, és oda ment a legrondább lányhoz. Igen, egyszer csak észrevettél valakit a sarokban a diszkogön fényénél, aki nem volt annyira az eseted, mert egy picit szélesebb volt, szemüvegesebb volt, nem olyan ruha volt rajta, de ez volt az utolsó esélye. És akkor oda mentél. Oda mentél, és akkor az volt, hogy már csak a ronda lányok nem lassúztak, mert velük ugye nem lassúzott senki. Két választásod volt, vagy felkértél egy nagyon rondát szánalomból, és tudtad, hogy akkor te, mint a másik ronda együtt lassúztok, a két nyomorult együtt lassúzik, vagy egyedül maradsz. Tenni meg az is jobb volt, hogy akkor egy rondával lassúzzál, és oda mentél a maradék rondához, mert ugye volt a maradék ronda. Igen. Akivel ugye nem lassúzott senki. Maradék hát a maradék ronda. A maradék ronda fiúban, a maradék ronda lányban, az a reszli. És akkor utána és akkor a göngyöleg összeáll. És a maradék ronda azt gondolta, hogy te tulajdonképpen tetszel neki. Tehát megfogta a feneket. Igen, és magához. A maradék ronda kicsit beléd szeretett, de te tudtad, igen, hogy csak szánalomból lassúzza, illetve hogy ne legyél egyedül. És elindult egy ilyen ördögi kör, hogy a maradék ronda jött utána, te már menekültél, túl voltál lassúzáson. A maradék ronda elkezdett reménykedni. Igen. És akkor ezt így üldöztétek egymást. Amíg a jók és a szépek, ugye hát a kiváltságosok világában együtt lassúzott. Azt tudom milyen. Jössz. Hova? Elnézést szabad? Köszönöm. Hát én elnézést szabad, hát nem elnézést mondtam. Mit mondtál? Mit mondtál tényleg? Mert nálunk még a toklászban be kellett mutatkozni, szépen köszönni és elkérni az ott ülő édesanyáktól a lányok. Ne. Az már nem volt. De apám még például, apám úgy kérhette föl anyámat, hogy ott ült a mama, az én nagyanyám, és el kellett kérni tőle anyámat. Na? Jó, hát persze. Jó, ez 20-ba volt, értem. Azért ez most már nem, ez a fiatalságunkra ez nem jellemző, hogy táncrend alapján beférek még a táncrendbe, aranyom, vagy pedig jöjjek vissza holnap a csacsa klubba. Oda mentél akkor a kis molethez, és kaptam neki egy falat azon még, vagy lemozgott. Figyelj, Pufi, még egy kicsit eszegetsz itt, vagy lemozgott velem ezt az estét. Nem, én általában egyébként úgy nyomtam, hogy én elkezdtél nagyon... szólózni, és erre minden, igen, és erre mindenki, úristen, de jó a srác, de jó. Elkezdtem helikopterezni. És akkor gyűjtett köréd, és tapsoltak. Nem, én ebbe a nagyon, nagyon magányos, kicsit szánnivaló, kicsit esendő tinédzserbe nyomtam, akit aztán mindig megsajnált egy jó csaj. Ugyanis van az a típusú jó csaj, aki ugye nem az áldozatot várja, és a nagy szájú fiút, hogy felkérje, hanem ő, mint Domina egyébként megy a kicsit esendő, egyedül maradt, de mégse annyira ronda fiúkra, az voltam én. Aki egyedül maradt a lassúzástál, esendő voltam, és eljátszottam ezt a kis mártírt, sétálgatók, senki nem szól hozzám, és aztán valahogy azért úgy mindig a nyolcason odaértem. Valami nagyobb darab lányra, mondjuk én voltam negyedikes, vagy hatodikos, aki megsajnálta a kicsi negyedikest, akivel nem táncol senki. Gyere, nyelved nem dughatod át. Oda se. És én ezzel a kicsit mártír vagyok, velem nem táncol senki. Jaj, de rossz egyedül, itt állok a sarokba. Finoman odaért. Csak ezt a veled egykorúak nem tudták. Rájött, hogy egy nagyon ronda nővel táncolsz. És Mártír úgy volt, hogy beálltál a sarokba, de háttal a táncolóknak, és a saját kezeddel simogattad magad, mintha valaki lassúzna veled. Igen, és a saját fejemet ráfordítottam a vállamra, és így nagyon, nagyon, nagyon toltam. Nem, amikor van az a buldog fej, amit föl tudsz venni, és föl tudtam, amikor nagyon szomorú vagy, hogy veled nem táncol senki. És akkor jött egy hatodikos, aki a kis negyedikest megsajnálta. És aztán így aztán mindig vagy. Odaértem. Veled nem táncol senki. És akkor így végül is nem táncol. Nem táncolt senki. Igen, és akkor ment a lassúzás közben, várjának, volt még folytatása, mert ugye az egy dolog, hogy lassúztál, de közben nem is tudtál a táncra figyelni, mert azon kattogtál, hogy legyen-e valami, vagy ne. Az megvan? Hogy most megtedd az első lépést, történhet-e valami, kamuból lassúzol, odaérhetsz-e, megfogd a kezét. Elszaladj el a büfiasztalhoz egy zsíros deszkáért. Legyen-e puszi a dologból, vagy ne legyen puszi a dologból, tehát a lassúzás közben már erősen ment a filózás azon, hogy akkor becsuktad a szemed, és így előre nyújtott a csücsörítve a szádon. Nem, figyelj, nem autista voltam, mert nem rémen voltam, tehát csak fiatal. És akkor oltották fel a billet, és ott álltál középen csücsörít a szája. Igen, és kérdezte, mert mindenki hazamegy. Sosa valaki. Úgy lehet, ott szóltasunk.
Nem, én mondom, ezen a mártír vonalon a hatodikosokhoz odaérek. És aztán valahogy odaértem azért, tűz közelbe. Dézsa közelbe jutottam a végére mindig egyébként. Lassúzás közben senki nem bogyolódott csókcsatába? Vagy dehogy az? Nem, hát igen? Elkezdtél persze oda, egészen közel vontad magadhoz a lányt, összeért az arcotok, és te óvatosan így a fültövétől elkezdtél lassan oda puszulni a szát. Fúj! Én azért a Feri a fülem, hát nem, szóval, hogy én értem, hogy ott nálatok a toklászban azért ez így ment, hogy nem tudom. Neked sose puszítak ide a fültövedre? Én rokon látogatásokon adtam milyen puszikat. Jani, mutasd meg neki, hogy milyen felnőtt, a fültő puszi. Felnőtt korban persze vagy ennyire virtuóz, de 12 évesen nem jellemző, hogy erogén zónákat keresel. Hát 12 milyen? Évesen nem. Hát bocs, de hát én mi? Akkor nem vagyok ennyire virtuóz, mert nekem ez a 12 évesen meg... örülsz, ha megmered fogni a kezét, és egyáltalán egy pillanatra megcsókolod. A vidéki nagynénéim adtak ilyen puszikat nekem, amikor találkoztam. Hát nem, szépen lassan végigmész. De miért nem úgy kezdett, hogy a lábától felhasítottad a harisnyáját, és akkor kibújtattad a cipéből, és a lábától kezdett. Azt letéptem róla. Gyere, Anna! Megmutatjuk a pucit! Én fület soha nem csóltam. Te? A fület nem. Nem a fülét, itt a fültőnél elindulsz, és akkor... És akkor nem mondták, hogy Feri, mondani akarsz valamit, hogy keresel valamit? Nem szóltak rá soha. Nem, akkor már a nyelve... Feri, viselkedjél már ember módját. Akkor Feri, a nyelve már fog kiszáradni. Kisagyánál volt. Nem, egyből nem adtál szájra puszit. Hát hogy? Nem, annak következő volt a technikája. Annak az volt a technikája, nem vagytok rutinosak ebben. Én azt érzem, hogy megy itt a terelés, meg mindenki, hogy én is itt, nem tudjátok a technikákat. Ezt mondom, fültőnél elkezded, és szépen ide csúszol. És mi volt a marcsa fülébe találta? Vadmálnát, vagy vadmézet? Volt egy kis vadméz. És a fülbe valója az egy ganyézó villa volt. És félúton kiköpted a klipszet, amit lenyeltél. Nem, annak is volt egy technikája, hogy hogy lesz a pusziból csók, de nem, érzem én, hogy nem, nincs akkora rutin. Hát nálam a csók az utójáték volt. Te először szkanderoztál egyet velem a pokolgép pólóval, azt mondtad, anyám, ha lenyomsz, akkor csókolozom veled. Nem, csókolózni szóval úgy kellett, hogy az oldalára kellett puszit adni. Azt hittem, az oldalára kell fordítani, mert mondom, az a stabil oldal. Nem, ha már feküdt a lány, az nagy baj. Igen, az első segély. A bordájára, az oldalára? Lassúzás után, amikor ugye mielőtte tudtad, hogy mikor van vége mondjuk a Forever Young-nak, és már van, mit tudom, 15 másodpercet, 20 másodpercet, és felkapcsolják a lámpát nem sokára. Akkor ugye vagy akcióba lendültél, vagy tudtad, hogy elment az este. Tehát ott számoltad vissza a másodperceket, vagy megtörtént a dolog, vagy vége. Lámpa fölkapcsol, elköszönöm. Puszit adsz neki, de egészen közel a szájához. Nincs meg ez a technika? Igen. Gyermekkorban? Egészen közel a szájához. És véletlenül hátra ráfordul. És egy kicsit ott tartod. Kvázi jelzést adsz neki, hogy te szeretnéd. És amikor ő is egy kicsit elfordította a száját, és te is elfordítottad, mi van, kiírogat nekem ilyenkor? A régi barát. Hogy csak szerették volna, ha így csinálod. Igen. És akkor te még ugye nem csókoltad, hanem csak éreztetted vele, hogy te benne lennél. És mit csinálsz, és amikor már nagyon untad, a másik kezeddel löktél egyet az állán? Nem. És már. Ott is vagyok. Bocseszka. Miközben szóltam, mit a vétektől az éjfél után, Jézus. Nem, az egyébként már az én generáció, tehát igen, az ilyen 97, tehát akkor már 20 éves volt. És akkor oda tetted az arcodhoz, és te érezted, ahogy a ketten egymásnak oldalra puszítattok, és egy pillanatra ott tartjátok, ha érezted, hogy ő is ott tartja, akkor lehet belőle. Ha hirtelen elkapja, akkor érezted, hogy vége van a dolognak, és akkor ez most nem jött. Hát nem ez jött kellett össze. A pillanat. A puszinak álcázott csók, az egyébként a lassúzás végén nagyon működött. Ha a lány is benne volt. Aha, ha elkapta a fejét, akkor érezted, hogy ebből nem lehet semmi. Ha nem kapta el, akkor ha nem kapta el, akkor már utána nyom, akkor már sinem vagy. Aha, akkor már ment a nyelves. Akkor már ment a dolog, igen. Ez jól hangzik. Hát, hogyha megvolt ugye a megfelelő pillanat, és mondjuk a DJ nem lökte meg a tűt a könyökével, és nem menne a forever-e, majd... Tudod, hogy a dúl anya. Na, mondjatok még egyet, tessék, Jani, mire lassúztál? Hát, figyelj, a... Pokolgép! Ne, házi, picsőt! Megadjál! Lassú pogó, vagy mi? Na, van, tényleg. Figyelj, a házi bulinak a zenéjére, az teljesen egyértelmű, hát az iszonyatos nagy sláger volt annak idején. Hát figyelj, Szofi Márszóban mindenki szerelmes volt. Mindenki. Tehát, nekem a kisvörös jobban tetszett. Én nem is láttam egyszer. Há, igen, aranyos volt a kisvörös is. Bizony. Így van. Én egyszer sem láttam a házibulit. Én nem láttam. Te dumász filmekről, mikor az alapok nincsenek meg. Tényleg nem láttam. Ma kiderült, hogy nem láttad a Hollót, és nem láttad a házibulit. Nagyon jó volt. Ez az. Ez kicsit más feldolga. Házibuli magyarul. Jó, ezt adjad. Talán nem is érted a szíved még. Hú,
ez büntető. Erre lassúztál, áruló. De... Hú, ez nem nagyon rossz. Ne, az eredeti. Ezt nem bírom hallgatni. Na jó van. Figyelj, csörögjünk rá Dévényi Tibi bácsira. Fenn van már ilyenkor? Hívjuk fel hírek után, hogy miért nem lassúznak már a fiatalok? Hogy van-e még ilyen, hogy tényleg mit, éjjel, mit a fél négykor kérnek tőle egy lassú dalt? Hogy akkor ő mit játszik? Mi a retro lassú dal? Mi az ő kedvence? Mi az ő kedvence, igen. Hát megkérdezhetjük tőle, lehet, hogy fölébresztjük egyébként. Uh-huh. Ne, korán kell. Jég dupla viszki. Az durva, hogy erre lassúznának a fiatalok. Fél nyolc volt, pontosan 2 perccel Óven bácsira közben lehet jelentkezni, ha valaki szeretne velünk játszani, jó? Meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan, 40 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt kicsit nosztalgiázva, hogy milyen volt, amikor régen még a mi fiatal korunkban igazából ugye a diszkó úgy ért véget, hogy lassúztunk. Feri álmodott egy történetet még a hírek előtt, hogy találkozott Dévényi Tibi bácsival, és Tibi bácsi álmodott, hogy ez már nincsen igazából ez a fajta lassúzás, és ugye arról beszélgettetek, hogy vajon miért, vagy hogy tulajdonképpen miért tűnt el. És aztán mindenki elmondta a lassúzási technikáját, hogy lassúzott. Hogy söndörödtél oda? Hogy próbáltál, igen, megcsókolni nőket? Hogyan utasítottak vissza? Nothing's gonna change! Ezt erre emlékszel? Hogyne. Így énekeltek magyarul. Persze, hát ezek voltak mi a nagy klasszikus. Glenn Madeiros? Így van, az volt, igen. Még azt majd, ha van egy kis időnk, jó? Aztán hallgass meg műsor után. Persze. Az volt, meg volt a Wonderful Life, ugye az is jó volt. Ezek voltak. Wonderful Life. Miért? Most nem ezzel neked mi a bajod? Ezekkel, akkor erre lassúztál, hát akkor ez volt. A Wonderful Life, akkor nem, egy... Nem egy, jobb, egy, ilyen. Én nyilván, amikor Csai énekelt, én azt jobban szerettem. Pasik énekelt. Azért nem jó a Csai éneklős, mert a Csai fejével kell gondolkoznod, érted? Ja, tehát neki kell romantikus hangulatba kerülni, mert te már abban vagy, mert... Érted? Tehát, hogy neki, és egy a Blacknek a mély hangja, belesúl, Wonderful Life, érted? Rögtön. Aha. Próbáld ki? Aha, érzem. Megindultam. Érzem, jön már. Na figyelj, megmutatom. Nem jön, nincs alatt a reklám. Hát ez csak úristen. Na, kinézed a csajt. Beindul a titi, a zseni. És itt már, ha nem értél oda, én még itt koboroltam, hogy szálljon meg egy hatodikos. Tehát én ezen a vonalon mentem, nekem itt még nem volt senki, de tudtam, mire vége a dalnak lesz. Megszáll egy nagymelű hatodikos. A kis balit a negyedikest. És... Ott volt valami súlyos hormonzavar abban az iskolában, ahol jártam? Nagymelű hatodikosok? Nem, ott az volt. Hát ezen a vonalon mentem. Nem táncol senkivel, kicsi. Nem. Gyere velem lassúzni, mondták. Szeretem a nagybelű hatodikosokat, mert én is. És látom, te egész szeretne vagy. Kis szőkehajú, kis aranyos, vékony testalkatú, tudod, kis helyes fiú, és akkor rádra volt valami nagyobb. Aha. Rádra volt valami de rabló. Kis helyes fecsöszi, látom, hogy csöcs, de még várni kell, de... És akkor néztem ott, hogy negyedikesekkel, és mondtam, hogy nem vagy gyerek. Van még 2 percem odaérni. És a végére valahogy ez mindig... Odaértél, és ahogy bármi történt volna, villany fel. Megtörtént. Nálad megtörtént? Minden. Igen, mert a hatodikosok már rámenősek voltak. Aha. Ott és akkor feladtak hogy... a villanyt, akkor jött a megdöbelés. Úristen, te csak negyedikes vagy! Úristen, te fiú vagy! Na jól van, szóval hát igen, erre lassúztunk. De hát mindjárt elmondja nekünk a szakértő, mert hogy sikerült felébresztenünk. Itt van velünk Dévényi Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk! Tibi bácsi, hello! Szevasztok fiúk, mi újság van? Hát, micsoda! Lassúztok mindannyian! Micsoda vitalitás, micsoda lendület! Figyelj, arról beszélgettünk, hogy ez kihaló félben van, itt Feri megállapította, hogy múlt héten volt egy buliba, és hogy ez a dolog, ez már nem működik. Valóban nem lassúznak már a fiatalok? Hát sajnos az új diszkó az kiölte teljesen a lassú számokat, és ezért jó a retro, mert a retroban van lassú szám. Tehát én megmondom őszintén, legalább 3 lassú számot lejátszom, és ez annak köszönhető, hogy az egész retro bulit a egyetemisták találták ki. Tehát amikor az egyetemre találkoztak, hogy az ott lévő közönség az nem diszkó közönség az egyetemen, különböző helyekről érkeztek, különböző társadalmi rétegből érkeztek, és azok ha ott buliznak,
akartam. Most bulizni csak a retro zenére lehet, és csak akkor, ha van lassú szám is. Hát én ugye nagyon sokat játszom a Neotontok kell, hogy Vár című dal, az állandókra Várbi kell majd a nap a Rúzsitól, az benne van. Az Európát leszoktam játszani. Tehát nagyon kell egy ilyen... Az Európát? Hát az Európára hogy lassúzik valaki? Hát arra nagyon jó lehet lassúzni. Még van egy másik dolog, hogy aki nem lassúzik, annak valami munkát kell adni. Tehát én azt mondom, hogy akinek van gyufája, vagy öngyújtója, az gyújtsa meg, és azzal legyen jobbra-balra, mostanában általában a mobiltelefont teszik be. Tehát gyakorlatilag ezekre, amelynek az üteme lassú, tehát az a fontos, arra ezek rögtön elkezdenek. Jó, de te fiataloknak nem csinálsz retrobulit, hát a korunkbelieknek csinálod, tehát nem tudhatjuk, hogy a egyetemistáknak a... Csodálatos, az... ezért hangsúlyom még egyszer, ugye hát nyáron végigjártam az összes fesztivált, az összes egyetemi bulikat, az EFOT-tól kezdve mindenhol, szeretik, tehát igénylik, és aztán vannak sátrak, ahol ez a dum-dum-dum megy, hát oda meg elmennek akkor, amikor már vége a lassúnak. De mi lehet az ok, hogy ki, tehát nincs lassú zene a modern zenében, vagy miért pusztult ki? Van lassú zene, de sajnos mindegynek adnak egy ilyen diszkó alapritmust, vagy valami. Hát az én időmben csak originál lassú számok voltak, amikor még ugye ilyen csajozó időszakomban voltam, akkor én 20 percnyi lassút összemontíroztam. És addig elmentél te is nyilván. Kinéztem a csajt, föltettem a számot, lementem, és 20 percig lassúztam én is, amíg fönt dolgozott a magnó. És kétszer tölteni kellett az öngyújtót közben. Magamhoz ölettem a csajt, szia édesem, jaj, ez nem a kapukulcsom, meg mit tudom én. Úristen, de rossz duva! Jézusom, Tibi bácsi, nyugtass meg, hogy nem ezeket a dubákat toltad. Édesem, ez nem a kapukulcsom. És ahogy érzed, nem is tutólakadba való? És nem is pisztolytáska? Ez egy picit, hogy elment a DJ, tehát a táncnak a lényege az, hogy közeledjünk, tehát testileg is meg minden, és ezért örülök a retrónak, mert ez a retró megengedi magának. Hát igen. Tehát, és ez ekkor arról szólt, tényleg erről beszéltünk, hogy itt vagy ott odaérsz a lassú alatt, vagy vége a bulinak, már a lassú alatt ugye felkapcsolták a lámpát, egyfajta hazazavarás jelleggel, hogy menjen haza mindenki, vége a bulinak, igen, ott kettő igen. percet volt odaérni, ha nem értél oda, akkor véget ért a, aznap estére véget ért a történet. És azért nem értem, hogy ez miért nem lassú. Húznak a diszkóba, hát ez csinálja a hangulatot, hát ez az ismerkedésnek az egyik alapja, a tánc, hozzásmód, de ez így volt régen is, pár száz évvel ezelőtt is voltak olyan táncok, persze gyors számok is vannak, meg lehet rockizni, meg minden, de a lassú pár tánc... Pár száz éve mi, akkor mi csináltak török sípra? Lassúztak. Tibi bácsi, te a csajukat, a hódításokat meddig számoltad? Százig, ezerig, hol hagytad abba a számolást? Hát nem voltam ilyen fölírós, vagy valami, de volt olyan időszak, hogy 8 fogkefe üzemelt otthon, amikor legény lakásomban, és mindig tudtam ki a mai vendég. Hát azt előjöttek. Jó, de szép, igen, Arankáig, a bié, Irénkéig. Soha nem szúrtam el, mindig azt raktam ki, ami kellett. Nagyon melós volt a budi takarítás. Nagyon szép időszak volt az ember aglegény saját lakásban, ez akkor nagyon nagy dolog volt, és hát úgy éreztem, hogy ez a műfaj, amit mi csinálunk, ez az igazi DJ. Mert zavarva van a DJ szakmában, mert a David Guetta az nem DJ-jockey. A DJ-jockey az beszél. Az 50-es évek terméke a DJ, az volt a feladat az amerikai rádióadókon, hogy annyit dumáljanak egy lemezről, hogy megvegyék. Most ugye, ha nem szólasz meg, akkor nem is a szexel, a lassú számot fel is kell vezetni, tehát dumával, hogy na most, szóval legyen idő, mint ahogy mondtad, hogy odaérjen, tehát most pedig egy kis szexuális közeledés, mindenki ölelje meg a párját, a gyerekeket adjuk le a ruhatárba, minden Jézus, szóval. Jézus, úristen, ezeket éjjel fölkeltenek, akkor is nyomod, igen, reflexből, igen, gyerekeket igen, adjuk be. Gyakorlatilag ezeket mit kellett mondani, csinálni, és hát boldog vagyok, még egyszer hangsúlyozom, hogy a retroban lassú. Na mondja egy tuti lassú zenét, mit mutassunk meg még? A kedvenceret, ha egy lassút berakhatnál, hogy a fiatalok odaérjenek, régi, igazi retro, tessék, te mit? Dam, dam, dam. Én megmondom őszintén, magyar termékben Várbik fel kell majd a nap, az igényes nóta is. Az igaz. Nem, Tibi bácsi, ne csinálj, Várbik fel kell majd a nap. Hát ennél azért... Szoktam régi
Elvis-t is feltenni, mert Elvisnek nagyon sok lassú nótája van, hát azok is hatásosak. De amire igazán lassúzni lehet, ne ilyeneket, hogy mindazokért, akiket nem láttunk már régen. Nem, hogy nem sírni akarunk, Tibácsi, lassúzni. Hát erre táncolják tehát. Hát te meg a várjuk fel kell majd a napra, hát arra se lehet. Meg arra, igen. Hát igen, na jó van, egy jó kis Emmanuel, bár az nem magyar, igen. Jó van, Tibi bácsi, te már ilyenkorán fenn vagy egyébként, sportolsz? Úszni jársz? Mit csinálsz? Megmondom őszintén, nem sportolok, hanem közel vagyok a 70-hez, és ilyenkor már az ember... Az ember kevesebbet alszik. Vagy még nem feküdt le. Az ember kávé, meg vannak itt a napi rendi pontjaim, meg minden. Hál' Istennek, hát este a rádiókabaré felvételsz a táliába. Úgyhogy ilyenkor már úgy kezdek. Ezért nagyon tolod, ezt bírom, ahogy így finoman elmondasz mindent, amit el kell. Olyan vagy, mint a Boros Lajos, ő is. Nem kérdezünk, de nagyon tolja. De jól teszed. Imádunk téged. Igen. Tibi bácsi, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Jó egészséged neked továbbra is. Köszönjük szépen Dévényi Tibi bácsinak, köszönjük, ciao. Mondjuk ezt a... Még mindig tolja, szerinted? Még mindig persze. Ezt a gyufás változatot én ezt nem ismerte, az azért melós lehetett, érted? Tehát, hogy oké, hogy felgyújtod, vagy meggyújtod az izét, az öngyújtod, de ez a gyufa... Arrohat anyát! Basszus! Hát akinek nem volt, érted, gyufája, hogy az bement elektromos gázgyújtóval, tudod. Közben nyomogattam a gombokat, ez miről szólt, hogy meggyújtott a gyufát, és azt jelezte, hogy egyedül vagy, hogy jöhetsz. Ne, azért mondta az Európa című dalt, mert arra tudtál lassúzni, és hogy olyan dal kell, amire a többiek is tudnak mit csinálni. Az a baj nekem mindig az Európáról, mindig a dallag a kislemez változata ugrott be, a kislemeznek a borítója, amin egy Európa térkép volt, és a Varga Miklós állt ilyen szigorú arca. Igen, na most arra én képtele lettem volna arra lassúzni. Hát érted? Varga Miklós Herpezben? Hát arra én is. Arra nehezebben megy. Varga Miklós Herpezben. Na jó van, játszunk. Jó, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia! Azt mondja, hogy Dávid, igen, jól látom. Dávid, szia! Honnan hívtál minket, Dávid? Kőbányára lép most a munkahelyemről. Te király! Mit csinálsz? Jó kis tizedik kerület. Így van, nyomkövetőket szerelek be autókba. Legálisan? A tulajdonosok tudnak róla? Így van, természetesen. Az jó. Ott lehet tudni, hogy a sofőr merre jár, nem? Mennyit tankol, mennyit fogyaszt, hol van éppen? Pontosan, így van. Hát nekinek fuvarozó cége van, az egy hasznos dolog. És van segítséged, Dávid, vagy egyedül játszol? Elvileg vannak egy jó páran. Na, tényleg? Reméljük sikerül, igen. Mi a kedvenc lassú dalotok? Ordibálnak, hogy itt vannak. Mi a kedvenc lassú dalom? Hát, igen, te ilyen korunkbeli lehetsz, te mire lassúztál? Hát igazából nagyon majdnem korabeli leszek, de annyira azért nem. 24 éves vagyok, úgyhogy annyira még nem lassú. Ja, ezzel a hanggal? Hát pedig az Európára mindenképpen toljatok majd egyszer egy jó lassú. Jó, hát főleg, azért megvan az Európa természetesen. Persze. Idősebb életű nőknek például szerintem ez az ezért értsd meg, szeretem őt, a Vén Európát, a büszkenőt. Ezzel oda lehet érni. És ez kiállt az zenekar, érted? És csak ezért, és mindenki együtt tapsít, de nagy volt. Na jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Ne remold el a múltamat. Az már oda van. Figyelj, Dávid. De vásárolnak ők. Igen, valahol vannak, vásárolnak a karácsonyi forgatagban. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Ó, hát még egy jó hosszú részletet is kaptál. Kérhetném még egyszer? Persze, mutatjuk, figyelj. Jó, hát lesz. Aha. Egy másodperc türelmet hagyd kérjek meg. Ez Waterloo lenne? Szerintem igen. Jó, nem? Azaz, igen. Nem már az első hangból tudod. Igen. Segítséggel kaptam. Így gyerek barátom terültük. Köszönöm szépen. A világból ki lehet üldözni ezzel a dallal. Ez egy rosszabb abbaszám szerintem. Szörnyű. Az elejétől a végéig szörnyű. Ezzel nyertek Eurovíziós dalfesztivált, apám. Egészségükre. Oké, azt mondja, hogy nem is, szerintem nem is vettünk ki belőle semmi. Dávid, megvan az ajándékcsomag, gratulálok. Köszönöm szépen. Ügyes vagy. Jó, jók vagytok, köszönöm, tényleg. Ti vagytok a jó, köszönjük szépen. Drágák vagytok, köszönjük, küldjük nektek, jó?
sziasztok. Hello, hello, kellemes ünnepeket. Most már lehet mondani, nem? Hát két héttel karri előtt, most már jók vagyunk. Két hét múlva ilyenkor gyerekek, már szentest előtt vagyunk egy nappal. Igen, te itt ülsz egyedül, mi Szabin vagyunk. Igen, pihentek egy nyomló retronapot. Fárasztom a hallgatókat az elméleteimmel. Ma tegnap este azt álmodtam. Ti meg otthon egy jó kávé mellett hallgattok, igen. 6 perc van pontosan 8 óra. Jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt, 9 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Janni, hello. Sziasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, borús az ég, igazából nem is nagyon lesz javulás az időjárásban, annyi biztos, hogy az eső eláll, néhány helyen még esik, ezt látjuk, és aztán tulajdonképpen, hát, hogy mi is történik az időjárásban, havat egyelőre nem látunk, nem mondanak nagyon, egy kis melegedés jön a hétvégére, tehát 7-10 fok, és azt mondják, hogy még a nap is kisüthet, de komoly változás nem lesz, abban az értelemben legalábbis, hogy mondjuk nagy havat biztos, hogy nem kapunk. Úgyhogy a gyerekek, ez a fehér karácsony, ez elúszni látszik. Hát most már évek óta. Hát, mit látsz? Figyeljetek, én azt nézem, várjatok? Nem látok semmit. Az nem az oldal. Két hétre előre nézve, ja, most azt mondja, nyilván persze, két hét. De most azt írják, hogy 23-a, 24-a, 25-e, mínusz 3, mínusz 9, illetve szintén mínusz 9 a legalacsonyabb. Abban nem is esik a hó, azt felejtsd el. De miért 9, nem? Mert nem esik mínusz 9 fokban a hó. De miért azért, nem? Mert mínusz 3-ban esik. Mert nincs kedve. Te most ki vagy, te hólehanyó vagy? Igen, már nem rázunk. Mi van, mínusz 9, de hogy nem esik nem a hó? Nem esik, a mínusz 9-10 fokban nem esik hó. Ennek persze, hiszem, tudtad? Ennek oka van. Te hülye vagy, Jani, hát nem tudod, hogy mínusz 9 fokban, hát nem minden gyerek tudja. Hát megfagy, te nem tud esni. Jani, de most tényleg, ezt most komolyan. De ez lent van a földön, van mínusz 9, nem pedig fönn. Nem esik, 0-3, mínusz 3, igen. Nézd meg, a havazás azért az általában mínusz 1 és a plusz 1-es, plusz 2-es tartalmány. Mínusz 3-at mondtam, bocs. Elmondom, az megvan így. Az jó. Akkor ott a 23-án esik, és megmarad. Tudom, hogy mindenképpen én vagyok a hülye, de hogy akkor is mínusz 3-at mondtam 23-ra. Csak nem tud, nem tudsz néhány dolgot. Hát most ez, én is egy csomó minden nem tudok. Hát erre most rászaladtál. Most mondtátok, hogy mínusz 3. Aha. Én meg 23-ára mínusz 3-at mondtam. Ja, elmondom, mi van. Annyi van, hogy ezeket a kis rublikákat ki kell tölteni előre két hétre, mert nem írhatják oda, hogy fingunk nincs. És ezért beírják a mínusz 3-at, meg rajzolnak oda egy hóesés ábrát. Ezt ne hidd el. Tehát nagyjából addig hidd, hogy ma van kedd, csütörtökig, péntekig nagyjából eljöhet. Nem mondd, hogy nekem nem mondta, hogy tudják, hogy milyen idő lesz 23-án, hát ezt honnan a francból tudnak? Három napra előre nem tudják megmondani. Hát ha. Ja, hát ha bejön. Hát ha igazuk van. Ez lehet egyébként, igen. Tényleg nem tudtad, hogy nem esik a hó mínusz 9-re? Fura. Az M3-as Debrecenig száraz, jó járható, ezt Ciro küldte nekünk. Az M0-ason a 45-ös kilométernél az M1 felé zajvédő panelek telepítése miatt mindenki lassítson egy kicsit, nem akarok megdögleni, remélem ti se. Kaptuk SMS-ben. A 4-es számú főúton egy Warburg, egy zöld futón visz egy szegény kutyát, kikötve kötéllel, a sofőrt raknám ki az 5 fokos szélbe a futóra. Te jó Isten, gyerekek! Egy zöld futón egy Warburg visz egy kikötözött kutyát. Nem normális. M31-es Gödörről M0-as felé trafi, és trafi van a 66-oson Gödre belterületén, egészség Gödre, írta ezt nekünk. Valaki. Úristen, igen. 30 percet késik a vonat Budapest felé Szolnokról. Ezt Vadász Feri üzeni nekünk. Gyerekek, a 30 perc az még egyébként egészen baráti. Egészen baráti. Hát, nem tudom. Szolnokról az 1 óra Szolnok Budapest. Igen. Uh-huh. Most arra még egy felet rádobsz. Meg ha időre mész, azért ez nem olyan jó. Ahhoz képest, hogy mennyi lehet, nem. Na, egy nagyon érdekes témával foglalkozunk 8 óra után. Szerintem a legtöbb hallgatónknak, vagy legalábbis inkább úgy mondom, hogy hallgatóink egy részének biztos, hogy van ebben tapasztalata, élménye, és biztos, hogy átélt valami hasonlót. Hát ugye válni nem túlságosan jó dolog, naponta halljuk, hogy közéleti szereplők, celebek közül kik mennek szét, és azt látja az ember, hogy ezen közszereplők egy részénél egészen nyugodtan zajlik a válás, megoldják, eladják a házat, és eladják a lakást, osztoznak, majd szép csendben elválnak. De az esetek nagy többségében, és ez külföldi sztárokra is igaz, jelen esetben Richard Gere, akinek kb. 250 millió dolláros vagyonából Excel most éppen 150 milliót akar magának megszerezni, hogy elindul egy... Hát most bosszúállás, vagy haszonszerzés, ezt az ember sose tudja meg, nyilván esete válogatja, de mégis ugye egyre kevesebb a tiszta válás, egyre jobban ölik egymást az emberek, vitatkoznak karosszékeken, milliókon, autón, lakáson, unokán, és mindenen, amin lehet.
És a kérdés az, hogy vajon kik csinálják ezt durvábban? Hm. A nők azok, akik inkább meg akarják szerezni a pasinak a vagyonának a felét, vagy a férfiak, ha tehetik, ugyanúgy kiszúrnak a nővel? Ez csak azért kérdezem, mert általában, ha a világsztárok elválnak, ott mindig a feleség akar nagyon sokat. Bizony. A Bill Gatesnél is, a Richard Gere-nél is, mindenhol, ahol válnak, ott ugye azt hallott, hogy a nő nem megy bele. A Schwarzenegger, amikor úgy volt, hogy elválik, hát ott is azt mondta a csaj, hogy persze, mehetsz a szoba lányjal, vagy igen, kivel, az a nagyon ronda mexikói értelmezhetetlen. Na jó, de azért ott egy komoly bosszú faktor is volt benne, hát vele nagyon csúnyán elbánt. De Schwarziné megmondta, hogy hát a vagyonodnak a fele az készülje, hogy marad. Itt marad. És most éppen Richard Gere-ék ugye válnak, 250 millió dollár a vagyonak, kb. 60 milliárd forintnak felel meg, nem keveset filmezett azért össze. Az keresgetett egy keveset. Na, az áldott jobb buddhista ember, miért ragaszkodik az a pár száz millió dollár? Ugye? Hát most... neki semmi, csak a lelki béke, nem? És most már a bíróságon folytatódik az ügy, ügyvédek már előre dörzsölik a tenyerüket, nyilván óriási ott is a bankszámla hízás náluk is, ugye egy hosszadalmas pereskedés után, és hát azt, hogy nem akarja elengedni Richard Gere. Na de 250-ből 150-et elkérni, hogy? Hát nyilván nem tudom, hogy ott hogy? Milyen házassági jogi törvények aha. vannak, hogy közös vagyonnak számít, azonnal van-e házassági szerződés, aha. nem tudom. Együtt szerzett vagyon, nem? Én értem, de nem tudom, mit csinál Richard Gere-né. Tehát, hogy mivel foglalkozik. De vélhetőleg ezt az összeget nagyobb részt maga Gere úr tette össze. Hát ez ilyenkor szerintem a legkevésbé nem se számít. Jó, tehát, de biztos, hogy, hát, hogy volt egy nagyon egészséges családi kapcsolat között, mint hogy Richard meditált, akkor közben a felesége cserélgette körülötte a füstölőket. Aha. Érted? Tehát, hogy jó, ő is beletette a maga részét abban. Értem, de több, mint a felét elvinni. Tehát, hogy a felére még azt mondod, hogy nyilván az is nehezen lenyelhető, hát főleg, de hogy a 250-ből 150-et ő akar elvinni, hát azt azért te se hagynád, nem? Kik csinálják ezt, inkább lehet itt tipizálni, hogy a nő az, aki meg akar szerezni, szerintem egyébként nem. Vagy a pasi az, aki bosszúból még az utolsó autónak a felét is elfelezteti, a lakást inkább eladja. Szerintem az inkább utolsó... a nőkre jellemző. Inkább a nőkre jellemző? Szerintem inkább a nőkre jellemző. Hát látod, ez is most ezért csináltak egy pár ilyen jakvajas teát, aztán érte. Teljesen. És 150 millió dollár. De aha. szerintem általában a hölgyek azok. De nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen körülmények között. Tehát, hogyha nem arról van szó, hogy érzik mind a ketten kulturált, intelligens emberek, és érzik azt, hogy megfáradt a kapcsolat, és ebben már nincsen több. 10-ből 1 van ilyen. Hát igen. Igen, ott szerintem nincs probléma. De ha mondjuk arról van szó, hogy a férfi megcsalta a nőt, és ennek a következménye a válás, akkor ott szerintem. Ott tényleg ez van, hogy akkor ott láncfűrésszel vágják szét a komódot. Tehát arról van szó, hogy a nőnek nem is biztos, hogy a vagyon kell, vagy a pénz kell, hanem a bosszú. Az éles bosszú. Hogy bosszút, mit csinálsz? Bosszút álljon a férfin, és most nem 100 millió dollárokról beszélgetünk, hanem a hazai viszonyokról, akár itt egy válás történik. Egy fél plazma tévével. Fél plazma tévével, igen. De hogy tényleg az ember a legritkább esetben hallja azt, hogy talán most tényleg a göncéknél, hogy egészen normálisan, gyorsan, szépen, csöndben kiderült, hogy már valakinek ott kapcsolata van. Nem is ez a lényeg, még nem is akarom őket csócsálni. Mind a kettő. Csak olyan csöndben szépen megtörtént a dolog. Nem volt ez a hosszú húzd meg, erezd meg, közös ház, eladjuk, kiélesz, pereskedés. Mert a Gönci ott úriember volt, azt mondta, hogy ő kiköltözik a közös házból, és Csilla marad benne. Gönci most albérletben él, ha jól. Csak visszabérelheti tőle a Csilla. Jó, hát most várjál, én kiköltözöm, de egy bérleti szerződés azért írhat. Nem, mert pont fordítva volt. A Csilla van albérletben, igen? És igen, és a Gábor maradt a korábban közösen felépített, vagy megvásárolt házban. És gyakorlatilag a Csillának a részét ő kifizette. Aha. Jó, de nem is tényleg, én nem is tudom, hogy mi a helyzet meg. Ez csak egy példa, hogy... De olyan, nagyon szimpatikus, ahogy ők intézték a dolgot. Nagyon szépen, nagyon csöndben, gyorsan. Ugye hát ilyenkor mit kíván az ember, hogy azért ez minél zökkenőmentesebben, minél gyorsabban megtörténjen, főleg ha mondjuk összereplő, ahol még ugye az újságok is nyilván megpróbálják szétszedni. Tehát te azt mondtad, hogy inkább a nőkre jellemző. Szerintem inkább. A nők sokszor azt csinálják, hogy például a gyerekre hivatkoznak, ami egy részben korrekt, uh-huh. ugye, de mégis jóval többet akarnak. Vagy hallok olyat, amikor egy nő jóval többet akar, és azt mondja, hogy hát itt van a közös gyerek, ez még miatta kell. Vagy ezt is még miatta kell, hogy nekem add, mert hogy itt van a gyerekünk, akit majd én fogok nevelni. Hát ott már csak az eltartásra tudsz hivatkozni, nem, hogy ott adj több pénzt, vagy ott mire hivatkozol vagyonmegosztásnál, hogy kell három színes tévé, mert van hát két nem biztos, gyerek. Ez jelenti a lakás, tanítatás. A ház, a tanítatás, a de fele az már garzon. A későbbi pénz, az bocsánat, az már a későbbi pénz, hogy te havonta mennyit adsz, vagy mennyit tudsz adni. De most a garzonnak a felosztásánál... Ott... Hát, hogy a gyerek ne sérüljön. Aha. Tehát, ilyet, hogy maradjon ő megszokta azt a három szobát, hogy ott rohangálhat össze-vissza meg. Uh-huh. Meg, hogy versenyt úszhat anyával a jacuzziban, még itt tudom én. Biztos, hogy valaki ilyenek, de az biztos, hogy egy jó hivatkozási alap. Ugyanakkor meg hát ugye a bosszú egyik eszköze is.
A számít, hogy ki mennyit hozott be? Az változtat ezen a cimbáláson? Hogy ki mennyit hozott be? Hát szerintem pont nem. Hát pont ez a lényeg, hogy ugye azért nem tudom, ha számítana, akkor arról van szó, hogy aki többet bevitt, az elvisz többet, aki kevesebbet, az elvisz kevesebbet. Így van. Tehát akkor ha nem számítana, ugye akkor szépen megosztoznának. Meg egy család életben nagyon nehezen forintosítható az, hogy mondjuk egy nő mit visz bele, hogyha adott esetben ő otthon volt a gyerekkel, a háztartást vezette, gondoskodott a férjéről, miközben az dolgozott. Tehát szerintem az otthoni munka az abszolút egyenértékű a főállással, a másik párnak, tehát a párodnak főállásával, mert hogy biztosítja a biztonságos hátteret. Oké, okay, és ha apa is azért, amikor hazamegy, akkor még besegít, mit tudom én, elmosogat, föltakarít, akkor azt is beszámolja? Azt írják föl. De egy felmosás, az 3 plazma tévé, vagy 100 felmosás, 4 tévé, hát vagy hogy tudjuk ezt? 3,5 ezer felmosás. 3,5 ezer felmosás, az egy turmixgép, igen. Na megkérdezzük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyanok, akik már túl vannak a válláson, hogy ez náluk hogy ment, ki volt az anyagiasabb, ki volt az, aki jobban ragaszkodott az utolsó fogashoz is, hogy vitt el apa a CD tokokat, úgy, hogy kipakolta belőle a CD-ket, mondván, hogy ez neki kell, az utolsó turmixgépet, illetve még a bosszúállás is egy jó dolog. Az anyagi bosszúállás nyilván most nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy valakinek az exe hogy szúrt ki vele, az egy teljesen más tészta. De amikor ugye elindul a bosszúállás, és még ezt el akarod vinni, még azt el akarod vinni, visszajársz, még üresebb akarod a lakást, az lehet azért ott is aljaskodni. Mikor már nincs is rá szükséged, ugye? Tehát olyan dolgokat szedsz össze, csak azért, hogy ne legyen a másik. Ne az övé legyen. Ne az övé legyen. Aha. És ott van még a cash, ha van az embernek, ha van tartalék. Az is egy érdekes kérdés, mert azt mondjuk konkrétan az egyik fél szerezte meg, ha külön kasszán vannak. Most ez mindig olyan nő vagy a férfi, de mondjuk a nőnek is van munkahelye, és igen, külön kezelik a pénzeket. Nem, azon gondolkozom, hogy nem, szóval, hogy nem is mindig az vezet oda, hogy te ki akarjál szúrni a másikkal. De most mondjuk van egy közös lakásotok. Uh-huh. Mondjuk elváltok. Hát azért azt meg kell beszélni, hogy azzal mi legyen, nem? Tehát ott valakinek engedni kell, valakinek lépni kell, vagy teljesen egyértelmű, hogy eladjuk, elfelezzük, oda járnak a gyerekek óvodába, oda járnak iskolába, lehet, hogy egyszerűbb, hogy te elmész, viszont kifizetni nem tudod, tehát lehet úgy is azért ebbe belebukni, hogy nem feltétlen a bosszú vágy kerget téged, csak nem tudod intelligensen megoldani, mert nem mindig van rá megoldás. Nem, hogyha te olyan anyagi keretek között élsz, hogy azt mondod, hogy anya, itt marad neked a lakás, mert itt az óda, amit pont te mondtál, én meg veszek magamnak egy másikat, akkor az igen. Még ha... De hát ebben de nem mindig teheted meg. Annak. Persze. Tehát ez ugye nem arról szól, hogy akkor persze, én elmegyek, majd megveszem magamnak, ti maradjatok, hanem ugye neked újjá kell építened az egzisztenciádat, ami azért nem megy egyik napról a másikra. Nem. Tehát sokszor te nem azért akarod a felét, mert te ki akarsz szúrni a férjeddel vagy a feleségeddel, hanem tudod, hogy ez határozza meg a következő 20-30 évedet. Persze. Hogy nem tudod újra kezdeni, ha most nem állsz ki a saját igazadért, lehet, hogy a feleséged vagy az exed robására. Tehát azért az nagyon nagy képű, meg szerintem nagyon persze, én ott hagynék mindent, és elmennék albérletbe. Persze. Hát főleg azért... bizonyos kor felett azért, érted, beletettél, nem tudom, 10-15-20 évet abba a közös kecóba, aztán szétmentek, és akkor adott, ráadásul meg nagyon sokszor előfordulhat egy olyan szituáció, amikor ugye hiába adjátok el a lakást, vagy a házat, annak az árából két különböző lakást nem tudtok venni. Vásárolni. De akkor mi előre megbeszéled? Tehát most mindenki hazamegy és megbeszéli? Nem. Vagy hogy van ez? Ezért jó egy közös számla, meg még kettő. Igen, ezért jó ez egy feleség, és három szerető. Ez sok a házassági szerződés az erre jó, nem? Hát igen, de az... Nyomoront szerintem, én se írnék, ha egyszer majd oda kerülünk. De beszélgetetek arról, hogy mi lenne, hogy? Tehát mind a ketten albérlet, félszúterénbe, és mindent ott hagynátok a gyerekeknek és a családnak? Beszélgetünk, persze, Béka mondta, hogy szedd össze a ruhád, az húzzá innen kifele. De azt a táskát tedd le, mert nagyon segbe rúgok. Mert az még kell nekem, és ennyit utaz. Tehát, én jó, mondjuk a Béka eladja a táskáit, abból azért 3 garzon megvan neked. Egy darabig. Igen. El van ő is. És abból még egy darabig el van. Azt nem vihetem el én, hát az már az ő táskája. Hát figyelj, lopj el előre kettőt, és abból megvagy. Észre nem venni a 100 táskából, ugye elveszel kettőt, nem menni észre, hogy te már abból vettél 2 garzon. De tényleg mit csinál az ember? Na tessék. Én biztos, hogy ott hagynék neki mindent. Hát nekem úgy is, hogy a távlati terülmények között egy remete lak szerepel a bőrzsönyben. Tehát, hogy nekem igazából én azt tartanám nagyon fontosnak, hogy a gyerek olyan értelemben ne sérüljön, hogy az ő jövője mondjuk így biztosítva, hogy én biztos, hogy ott hagynék mindent. Komolyan hozzád megyek. Nagyon jó, vegyél már el. Ez tök menő. Jó. És elmegy az ember albérletbe? Amúgy is mindig csíptem a szőkéket. Nem, megy a remete lakba. Nem életszerű. Aki, miért? A kis magánszámlája, most mondta el, van. Bár, és közös számla, senki meg másnál nem életszerű nálam, igen.
van hát, még két másik, abból megvan. Én ellennék egy albérletbe is egyébként. Tehát, hogy engem ez nem. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy náluk ilyen értelemben mindenképpen egy törés lenne, tehát érzelmileg ez mindenképpen ez egy sokkos helyzet. Tehát, hogy akkor legalább az anyagi része már ne legyen probléma. Igen. Azt írja általában, nézzük meg, Michael Jordan válását, ő rekordösszeget fizetett ki. Nyilván a világsztároknál is van ilyen, persze. Amikor azt mondja, hogy úriember vagyok, és nem tudom, kifizetem a feleségemet, most érted, Elvis 400 millióból 200 milliót, azért még nagyon szűkén, nagy azért megvagy, azért megvagy csak vele. Csak megvagy, nem? Ha jól összehúzod magad. Igen, tehát 200 millióból azért még abszolút megvagy, igen. Azt írja egy hallgató, az érdekes meglátás, hogy azért azt ne felejtsétek el, hogy egy férfinek gyakorlatilag élete végéig lehetőség van új kapcsolatot kialakítani, a nők nagy részének viszont a kor előre haladtával egyre csökken a lehetősége. Ebből a nézőpontból az evolúció igazságtalan, írja Laci. Most nem is próbálok belegondolni, hogy kapcsolódik ide? Hát, a vagyon megosztáshoz sehogy, szerintem. Olyan értelemben igen, hogy ez szempont lehet akkor, amikor mondjuk minden fillérhez ragaszkodik. A nő. Hogy ő már úgyis egyedül marad? Igen, mert hogy nem biztos, hogy neki van esélye arra, hogy egy olyan kapcsolatot kialakítson. De szerintem ez egyébként egyre kevésbé jellemző. Hát egyre jobban odafigyelnek magukra mindenféle tekintetben a nők is, tehát hogy szerintem ez egy picit ilyen mavitosabb. Hát ugyanakkor, ha azt nézed, mondjuk egy kicsit eltereli a témát, de a félmondat erejéig érintjük, hogy mondjuk egy 50 éves nő, vagy egy 50 éves pali, evolúció szempontból a természet könyörtelenebb. Így igen. Tehát egy 50 éves nőnél, akinél ott marad mondjuk a két 10 éves gyerek, és egy pali, aki egyébként mesztelen fenékkel 50 évesen jól karban tartva még kilép, vagy 48 évesen kapcsolatból, a ruhát se vihet-e? Szinte totális újrakezdésre van lehetőséged. Azért egy 50 éves nő két gyerekkel azért nem kapnak már azért úgy, utána futókalandok lehetnek nyilván. De kit találsz? Valószínű, hogy egy elvált, szintén sebzett vadat találsz magadnak, de azért egy azonos korú palinak, vagy egy azonos korú nőnek szerencsésebb, a palinál sokkal szerencsésebb, tehát a palinak szerencsésebb a ez helyzete igaz, szerintem. Hogy jóval. Csak magamból indulok ki, én biztos, hogy az 50 éves nőt választanám, és nem az 50 éves palit. De én ezt szeretem benned, hogy te egy ilyen konzervatív ember, gondolkodású ember vagy. Ebben a szörnyen liberális világban te még mindig ezt a nagyon konzervatív világot. Alapos, de ez van, srácok, én már nem változom. Igen, ezt képviseled. És mi van olyankor, amikor ott van például egy barát, vagy egy barátnő, egy jó akaró, vagy kedves mama, anyós, após, aki tele duruzsolja mindenfélével a fülét. Hát az is vele jár, azon se tudsz mit csinálni. Te hiába próbálsz kikerülni, nyilván, ha a feleségedet, vagy az exedet elkezdi gyúrni ellened. Te fillért ne hagyjál ott neki mindent, amit még a nyílászárókat is azokat is szerelt ki. Én nem tudom, hogy leszek-e ilyen helyzetben, remélem, hogy nem, de nyilván. Szóval, hogy valahogy hogy az egészet tönkre teszi, amikor elindul egy ilyen dolog, nem? Hogy valahogy megpróbáld akkor úgy, fene se tudja, úgy kilépni belőle, hogy gyors legyen, fájdalommentes. Jó, nektek inkább... legnagy a házatok az, hogy hónapokig ne találkozzatok, érted? Nem, most hagyjatok ezzel a nekem könnyű dumával, mert nem erről szól a dolog, hanem hogy igen, fölhúzunk egy középfalat. Középre egy falat, aztán annyi. És néha átkopogunk, néha halkabban átkopogunk egymáshoz. Nem, ez szerintem nem anyagi kérdés. Tehát egy milliárdos is tud az utolsó CD-n birkozni, és egyébként egy olyan ember, aki keres 150 ezer forintot, tud nagyvonalú lenni. Tehát ez egy lelki beállítottság, ez nem pénz kérdése. Tehát én nagyon sok olyan embert látok, aki bármit megtehetne, hogy otthagyjon a feleségének, és az utolsó utáni jégkaparón is öli az asszony. De akkor még és nem nagyon jó, sok akkor olyan nem van, jó. Aki egyébként úgy száll ki, hogy mindent otthagy, új életet kezd, soha nem tudja azt újra fölépíteni, de van annyira nagy vonalú, és tiszteli az egész elmúlt 15 évet, hogy kiszáll inkább úgy, hogy nem csinál anyagi kérdést a dologból. Tehát szerintem ez egyébként nem anyagi kérdés, amit te mondasz. De hogy azért, mert nagy a ház, akkor valaki könnyen hagyja ott. Nem, tök, ez nem így van. Ez ellen egy picit, na. Akkor ő lúzer? Micsoda, hogy? Hogy aki azt mondja, hogy sose fogok ugyanilyen házban lakni még egyszer, de a tiéd, drágám. Nézd, aki szerintem harmadszor csinálja meg, az igen. De van az a férfi típus, aki egyébként harmadszor van egy olyan nővel, aki semmizi ki, és ad oda mindent, és negyedszer, és belelép ugyanabba a folyóba. Aha. De nem tudsz ítélkezni, mert nem voltunk még ilyen helyzetben. De aki szerintem mondjuk kilép, és azt mondja, hogy ott van a két gyerek, téged már nem szeretlek, de gondolok a két gyerekre, és az egészet nem mérgesítem el, és nem ölöm meg azzal, vigyél, amit szeretnél, azt hiszem nagy vonalú. Azt én nem lúzernek mondanám, nyilván attól függ, hogy forgatják igen, ki, vagy ő mond
le róla, de szerintem ez nem loser. Én ismerek ez ilyet, egy szép aki többször vált, és minden egyes alkalom alatt hagyott egy házat, és gyakorlatilag egy kész egzisztenciát, egy jó menő választ. Szerintem, ha többször megcsinálod, akkor már azért hajlasz a loserfe. Tehát harmadszor a szállsz ki, és harmadszor kiforgatnak, és ott vagy mesztelenség, és mondjuk 50 évesen visszaköltözöl az anyádhoz, mert megint egy nővel voltál, aki kiforgatott, harmadszor feltételezem, hogy ott már azért baleknak kell lenni. Tehát, hogy egyrészt jutott is, maradt is, másrészt meg én inkább úri embernek nevezném. Tehát, hogy azt mondanám, hogy ez így nagyon korrekt volt. Nem felejtette el, hogy mit köszönhetett annak a kapcsolatnak, meg amikor még szerették egymást, akkor mennyi jó dolog is származott belőle. Hát igen, szerintem harmadszor, negyedszer ott már másról szól a dolog. Van egy hallgatónk, Viki, hello Viki, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, te váltál el, vagy te döntöttél úgy, hogy kilépsz, vagy a férjed? Hát, én döntöttem úgy, és ezt használta ki a volt férjem, ugyanis nem akart elengedni. 28 évi házasság után sok betegségem volt, és más kiutat nem láttam abból, hogy ne romoljon tovább az állapotom, mint hogy egyedül legyek. És volt egy családi házunk, két autónk, az egyik autót úgy adta el a tudtom nélkül, hogy azt se tudtam, hogy kinek és mennyiért, a válás előtt pár héttel. A másikat, amit én kaptam tőle születésnapomra ajándékba, hát idézőjelbe tőle, mert közös pénzből, de az enyém volt, azt megfeleztük. A házból úgy fizetett ki, hogy 11 millióból fizetett ki, felesbe, és utána 24-ért árulta. Aha, tehát azt mondja, hogy 11-et ér a ház. Megpróbált rajta nyerészkedni. Sőki, hogy szálltál ki a dologból, hogy tehát valamennyire azért jól jöttél ki a dologból, vagy teljesen ki semmizet? Hát így, hogy tulajdonképpen 6,5 millióval szálltam ki, ami 8 évvel ezelőtt sem ért olyan sokat, hogy bármit lehetett volna érte venni, és közben nekem volt egy 4 milliós örökségem is, tehát tulajdonképpen majdnem, hogy csak az örökségemet kaptam meg. Mennyit voltatok együtt? 28 éve. Mit mondod, hogy miért csinálj egyébként, amikor így leültél, engem mindig az indíték érdekel, nyilván nem. Hát mert nem akart elengedni, ő nem akart elválni. Nem akart elválni. Ő mindig azt hajtogatta, hogy ő szeret. Na de értem, de bosszúból, tehát ez már egyfajta persze. Olyan kötés volt, hogyha velem nem leszel boldog, mással se legyél, vagy valódi érzelem volt a dologban szerintem? Hát már lehetett ilyen... valódi érzelem is, de ő jobban szerette önmagát bárkinél, tehát ő nem tudott egyedül meglenni, mert se mosni, se főzni, semmit nem tudott magára megcsinálni. Aha. Januárban mi váltunk el hivatalosan, szeptemberben már meg is nősült, de addig is a fiam mosott rá, mert még arra is képtelen volt. Aha, aha. És tartjátok még a kapcsolatot? Vagy? Hát tart, de ilyen se veled, se nélküled. Valamit változott állítólag, egy kicsit jó irányba, de hát ezért kutyából nem lesz szalonna. De nem vagytok együtt? Á, nem. Tehát nem dőltél be, vagy nem mentél vissza? Nem, holott azt mondta, amikor elköltöztem én albérletbe, hogy ha egy-két hónap alatt meggondolom magam, akkor még nyugodtan menjek vissza, mert bízott benne, hogy talán visszamegyek. De ahogy elköltöztem, nekem másnaptól nem azt mondom, hogy semmi bajom nem volt, de szinte semmi bajom. Tehát megszűnt a szívfájásom, a nehéz végzésem, minden. Hát igen, ennek aztán előbb-utóbb igen, a lelki tüneteknek ugye fizikai tünetei is lesznek, igen, persze. Igen, és egy pillanatig nem bántam meg az egészet. Igaz, hogy azóta önkormányzati lakásban lakom, pár hónapig albéletben laktam, azóta önkormányzati lakásban, de ez a nyugalom mindennél többet ér. Van az az állapot, amikor az ember rosszabb helyen van, de mégis azt gondolja, hogy jobb így, vagy azt érzi, hogy jobb így és nyugodtabb, igen. Köszi, hogy elmondtad, Viki, vigyázz magadra, ciao. Szép napot, sziasztok. Hello. Na, várunk akkor SMS-eket, jó? Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy nálatok hogy ment ez a dolog, ki mennyire szépen, vagy éppen nem szépen tudott elválni, minket inkább egyébként most az utóbbi érdekel, mit csinált a feleség, mit csinált a férj, mit adott el, hogy lopott ki dolgokat a lakásból, mit értékesített, és hogy próbált veletek kiszúrni, vagy bosszúból, vagy azért, mert nem akarta, hogy elmenjetek. SMS számunk változatlan 06 70 645 00 00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3.49 lesz pontosan. 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Richard Gírékről beszélgettünk a hírek előtt, és arról, hogy amikor ugye válásra kerül a sor, milyen érdekes, hogy a legkevesebben tudják azt intelligensen megoldani. Nyilván van sértettség, nyilván van érzelem.
Nyilván van egy csomó minden abban, ami fölhalmozódik 10-15-20 év alatt, és az ember sokszor nem is az anyagi javak miatt akar keresztbe tenni a másiknak, hogy az övé legyen, hanem van egyfajta sértettség, vagy bármi olyan dolog, ami őt viszi előre. És ez az anyagi javakban jelenik meg, hogy azzal elvegye, vagy tudja, hogy azt veszi el tőle, és azzal okoz fájdalmat, és azzal tud valamit viszonozni. Arról beszélgetünk ugye, hogy kik visznek inkább egy-egy válásnál el dolgok, a pénzt, kocsit, lakást, gyereket. A nők állnak bosszút, a férfiak állnak inkább bosszút, kik hagyják elmenni a másikat. Richard Gere feleségéppen ugye a 250 millió dolláros vagyomból egy laza 150 milliót most el akar vinni. Ők sem tudnak szépen elválni, pereskednek, bíróságra mennek, és ölik egymást dollármilliókért. Mindig más a motiváció persze, nem biztos, hogy az anyagiak. Lehet, hogy Richard Gere felesége, nem tudom, bosszút akar állni, és Gere-nek volt egy szeretője, nem? És azt mondta, hogy na, akkor viszont azt veszem el, ami neked a legfontosabb. De nem azért, mert nekem fontos, hanem tudom, hogy neked. Neked ez is egy motiváció. Mondjuk ez elég fura, hogy neki pont a pénz a legfontosabb. Nem, csak mondok valamit, hogy a Richard Gere feleség, most feltételezem, de azt mondja, hogy nekem nem lenne fontos, de mivel ki akarok szúrni veled, és tudom, hogy neked fontos, ezért elviszem a pénzt, mert tudom, hogy abban viszont kicsit belerohadsz. Tehát sokszor ez is motiváció lehet, hogy egy nőnek, egy férfinek nem biztos, hogy pont az kell, amit vinni akar, hanem azért viszi, mert tudja, hogy azzal viszont igazi fájdalmat okoz a másiknak. Mondjuk milyen ellentmondásos, hogy a lelki sebekért cserébe te ilyen idézőjelben anyagi sebeket okozol. De lelki sebet okozol, hogy elviszed. Hát. Anyagi dolgot viszel el, de azzal okozol lelki sebet, mert ha te valamihez ragaszkodsz, és azt elveszik tőled, azt te ugyanúgy megszenveded, hiszen ragaszkodsz hozzá, legyen szó bármiről. Igen, pedig a lélek fáj, nem a pénztárca. Hát igen, igen. Amikor elhagytam az exemet, kipakolta a konyhás szekrényt, elosztotta a kanalakat, majd közölte, hogy a rizsből, lisztből és cukorból csak a felét vihetem el a dobozokból, na, gyerekek. Ez pont az, amiről te beszéltél. Pont, tehát úgy erről beszélünk. Megszámolom a mákot. Igen. Onnantól szűnt meg férfiként létezni a szememben, és mindent ott hagytam, életem legjobb döntése volt. Aztán mi nem voltunk házasok, mikor feljött a cuccaiért, az ajtóból még visszafordult, és elvitte a féllevél fogamzás gátló gyógyszerem, mert azt mondta, abban a hónapban ő vette. Jézusom, és mit csinálsz vele? Odaadod az új nődnek, vagy beszedegeded, vagy mi? Akkor bántam, hogy nem vártam a szakítással egy fél hónapot a szemét. Nem, ez se arról szól, hogy neki az a féllevél kell. Nyilván nem, persze. De hogy ez mennyire úgy dolgozom már. Meg pitián erre a végtelenség. Igen. Az énekszem nagyon korrekt volt, 9 együtt töltött év után, amíg dolgoztam, egy nap alatt kipakolta a hátam mögött az egész lakást, még a színes ceruzákat is elvitte, gyerekek. Hogy miért volt rá szükség, azt ne kérdezzétek. Nagyon durva SMS-ek vannak. Itt van velünk Adri. Hello, Adri, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia. Hello, Adri. Na, mennyire így voltatok együtt? 7 évig. 7 év. A kritikus 7 év, ahogy szokták így mondani, nem? Beleestünk, igen. Tudhatjuk az okát, hogy miért váltatok el? Én szerettem volna. Nem voltunk házasok. Ja, nem voltatok házasok. Így van. Én szerettem volna kilépni. Egyszer csak rájöttél, hogy nem ő az, akivel leszeretnéd élni. De közös vagyon volt? Hát megbeszéltük, hogy amit hozott, azt elviszi, tehát volt itt szó ilyen berendezési, tehát hűtő, mosógép, stb. És akkor amit közösen vettünk, abból is vitt el, és akkor kompromisszumot kötöttünk, hogy akkor mondjuk a számítógép ott marad nekem. De hát ez nem ment ilyen egyszerűen, több felvonásos volt a dolog. Na, mi történt? Hát egyszer eszébe jutott egy átbújtott éjszaka után, hogy akkor kell neki a számítógép éjjel, és akkor ő ezt elvinné. Hát vigye, inkább, mint hogy valami is legyen. Aztán a harmadik felvonása végső az akkor volt, mikor szintén egy átmulatott éjszaka után reggel jelent meg az ajtóba, kopogtatott, és mondta, hogy a konyhai eszközökre többek között egy fazékra is igényt tartana. Atya Isten! És kérdezted, hogy miért csinálja? De nem mondjuk konyha tündér, tehát hogy nem tudom, hogy... Hát ezt gondolom sebek. Aha. Gondolom úgy voltál vele, hogy bármit vigyen, most mutasson igen, rá, vigyen bármit, csak már legyél túl rajta. Ha akarja, pakolja üresen a lakást, vigyen el mindent, csak legyen vége. Mindegy volt. Nem említetted neki, hogy nem kéne innia? Mert hogy mindig a bulás után. Lehet, hogy ez egy ok volt, lehet, hogy ez volt a váló. Mindig a buli után jön. Igen. Attól bátorodott fel. Ez mikor történt egyébként? Hát ez 3 éve volt. És azóta elengedett? Vagy túl vagytok rajta? Hát lényegében igen, de így egy éve lassan már igen, de voltak még próbálkozások. Tehát nehezen múlnak a dolgok. Odaadtad a lábast végül is? Igen. Hát ez fontos, igen. Ő azért jött.
De azóta már vettem egyet, úgyhogy nem hiányzik már semmi. Kézzel, milyen szerencsé, nincs gyerek, vagy hogy nem így volt gyerek, van. Ugye? Hát itt Isten. Micsoda így dráma van. Lett volna, hogy akkor kineveli, elviszi, bosszút áll a gyerekkel, nem hozza vissza időre. Igen, kicsit kicsinyes volt, úgyhogy... Igen, igen. Hát az még egy külön fejezet lenne, és ez egy ilyen altéma a mai témának, de amikor a gyerekkel kezdenek el bosszút állni, na hát az a herótól. Így van. Tehát, hogy az a legalja, a leges legalja. Igen, igen, tudod. Azt hallom én is. Majd a jövőben nézze. Igen, hogy akinél a gyerek van, az elkezdi úszítani a másik szülő ellen. Így van, zsarolási eszköz. És a gyerek ott az áll, biztos. Toporok két szülő között, nyilván nem tudja, melyik kezébe harapja, mert neki mind a két szülő fontos, és azt mindegyik szülőtől azt hallja, hogy a hülye anyád, a hülye apád. És iszonyatosan sérül közben a gyerek. Há, hogy ne? Nincs azért azt elfelejteni, az nagyon veszélyes. Na jó, van, most van valakid? Igen, igen, párkapcsolatban élek. De leírtátok, hogy melyik dolog kié, ugye? így van, listánk van. Igen. Tiéd az egy kiló liszt, tiéd a tönkőbúza, tiéd a lábos, tehát tiéd a mikró. Nem kerül erre sor. Uh-huh. A biztonság kedvéért mindenből párosat vegyél. Így van, van egy rózsaszín és egy kék. az jó. Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Én is köszönöm, sziasztok. Hello, ciao, hello. 13 év házasságból a ruháimmal léptem ki, a válás után elment ügyvédhez a volt férjem, hogy az örökségemből vett lakásomból mennyi jár neki, ugyanis ő festette ki. Igen. Hát ez ennyire. És azt ki kell fizetni, ha kifestettél egy festék, meg lakát. A munkadíj. Hogy milyen pitiáner emberek vannak, elképesztő SMS-ek jönnek egyébként. Az én volt férjem még a csúszásgátlót is elvitte a fürdőkádból. Arra hivatkozva, hogy azt ő vette, mikor külföldön éltünk, és egyébként is kint ő tartott el, így nekem nem jár semmi. És még én voltam a pénzéhes dög az ő szemében. Azért föltépni a csúszásgátlót, az kemény, nem? Hát legalább 6-700 forint. De akkor is ez egy német minőség volt ott. Ja, mondjuk ott vették igazadban. Kint, azért így ezt van. Nem lehet megvenni itthon. Igen. Azt mondja, hogy az énekszem nagyon korrekt volt 9 együtt töltött év után. Ja igen, ezt olvastam. Két gyerekkel és 3 zsák ruhával hagytam ott a férjem. 15 évig éltünk közös lakásunkban. Ennek 10 éve azóta se adott egy forintot se. De boldogok vagyunk, ami megfizethetetlen. Ezt Elja küldte nekünk. Rám végrehajtót küldött úgy, hogy a két gyereknek egy zoknit nem vásárolt éveken át. Azt mondta, bosszú. Jól megvertem, írja Anikó. Na, azért vannak szép válások. Amikor bejelentettem, hogy válni akarok, a férjem kémprogramot telepített a céges laptopomra, majdnem a munkám is ráment az egészre, 5 éve nem tudok megszabadulni tőle, a gyerekekkel zsarol. Nem kívánom ezt senkinek, ezt Petra küldte nekünk. Hiába akartam kifizetni a férjem, mindenre azt mondta kevés, ha eladom a félvesém, talán akkor kitek leszünk, normális, kérdezi Katica. Hát ugye itt se nyilván az anyagiakról szól, hanem a bosszú állásról leginkább. A volt férjem a közös házból úgy ment el, hogy elvitte a mélyhűtőt a benne levő mélyhűtött termékekkel, és most lecserélte a zárat, mondvá, hogy azt ő vette. Ne, most állj meg, ha elviszik a mélyhűtőt, mi a francot csinálsz a mélyhűtött cuccokkal? Uh-huh. Hova teszed? Ha nem jobb, ha már azt is elviszik. Akkor vigyél azt is. Hát most 3 kiló zöld borsó lefagyott egy oldalas, kiolvad, mit csinálsz bizony. Vele? Meg ha lecserélte a zárat, akkor az új zárat is ő vette, nem? Mikor mi történik? Megérkezik a pasi két munkás emberrel egy gurténval, és azt mondja, hogy viszem a mélyhűtőt, és ott áll, és végignézi. Aha. Vagy beküld két embert, és nincs ott ilyenkor? De hát ott kell lenni, nem tudsz bemenni. Aha. Ott van, szerintem még örül is neki. Sőt, egy picit várja is, hogy anya is hazajöjjön, hogy ő is láthassa, hogy elviszik a mélyhűtőjét. Hát az arra, persze. És persze. Nappal, hogy a szomszédok is lássák, mert az is nagyon fontos. Mondjuk nálatok a mélyhűtőt azért két gurtnival, meg két emberre nem viszik el. Tehát oda kamion kéne. Azért oda jönnek két nyergessel, beállnának a ház elé, tudálnának kettőt, és vinnék a nyergessel a mélyhűtő tartalmát. Nálatok az az igazi kiszúrás, aki a mélyhűtőt viszi. Így, hát nem, azt nekem kell vinni. Eleve, de nem lehet elvinni, mert ott tetőt kéne hozzá leemelni. Hát én maradok. Igen, csak föntről lehet neki emelni, ugye a hetedik emeletről, igen. Még a borhűtő hozzá, fúj! A lógó kolbászok értékéből veszel egy garzont. Tehát, hogy nálatok, ami van azért... A parlamentet, papikám, a parlamentet. Kitör a világháború, azért hozzátok megyünk. Egy darabig el vagyunk, jöhettek. Igen, hely nincs, de... Igen. Itt van velünk még Robi. Hello, Robi, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello. Na, nálad mi történt? Te akartál elválni, vagy a párod vált el? Hát közös megegyezéssel sikerült lesöpörni a padlást. Komolyan? Az mit jelent, hogy üresre pakolt a házat? Igen, a padlószőnyeget is felszették. Mert ha felszették, az a feleséget, vagy az exet hozott valakiket, és feltépték a padlószőnyeget. Igen. Atya is, mennyit voltatok együtt? 17 éve. Pedig az sok, ehhez képest ez elég pitiárnének tűnik. Gyerekek vannak? Igen.
Ő mindig is ilyen volt egyébként, ebben ez az érdekes, vagy a válás mutatta meg ezen arcát, és egy új nőt ismertél meg a válás alatt? Előtte még a válást ismertem meg az új barátnőmet. Nem arra gondolok, hanem az az ember, akitől te elváltál. Tudtad, hogy ilyen, amikor már együtt voltatok, vagy ezt az arcát, hogy megérkezik és feltépi a padlószőnyeget, azt akkor ismerted meg, amikor váltatok, és jöttél rá, hogy úristen, kivel éltem én együtt. Igen, ugye van ez a nagy felismerés mindig? Igen, ez akkor történt, igen. És mit vittél még? Mindent. Mindent. Újságpapíron maradtak a ruháim a nappaliba. De akkor korrekt, hogy nem a földre tette le. Igen, igen. Na. A gyerekekkel mi a helyzet? Ugye itt az a kényes kérdés, hogy láthatod őket? Vagy... Persze, hát most már inkább felén fordulnak, mert ők is rájöttek, hogy ez miért történt. Felnőttek közben, és rájöttek. Aha, tehát nem tudta ellened nevelni őket? Vagy, aha. Nem. Próbálta, de nem sikerült. Mekkorák voltak a gyerekek, mikor elváltatok? Hát akkor kicsik, 12 és 9, vagy 11 és 8. Aha. Ott már egy kicsit nehezebb, ott már a gyereknek azért van, hát nem is kialakult vélemény, egy 12 éves gyereket elkezded a saját szülőd ellen hergelni, ott már valamikor a saját anyja ellen fordul, mert rájön, hogy ez miről szól. Igen, 4, 5, 6, 7 éves korban lehet őket nagyon terelni. Inkább mondja, Gyani, mit akartál? Egy tínédzser már tud mérlegelni. Igen, persze, persze. És inkább most veled vannak, vagy ők is rájöttek? Nem, még ott vannak az anyjuknál, de a szabad idejükben egyébként minden gondot velem osztanak meg. Aha. Hogyha bármi van. Ez viszont téged igazol, és ez egy nagyon jó érzés lehet. Igen, igen. Igen. És lakás, már kocsi, ami volt minden, tényleg? Hát lakásban maradtam én az üres lakásban, de ki kellett nyilván fizetni, volt neki saját autója, vitte, pénzt is vitt, mindent. Hát majdnem azt mondom, hogy eszközöket is a műhelyből, amik az én munkáimhoz kellenek, azt is szerette volna még. De azt már mondtam, hogy nem. Tehát minden is kevés volt, én azt mondom. És évekig még mindig volt, hogy esetleg lehet-e még bőrt húzni a hátamról, mindig volt kapaszkodó. És milyen ezt így végignézni, vagy milyen ezt így végigcsinálni, amikor valaki, akivel együtt élsz és szeretted, és voltak szép idők, ez csak kifordul önmagából, és tényleg szinte egy vadidegenné válik előtted, és teljesen más ember lesz a válás közben és a válás után. Hát sorscsapás igazából, mert párány bőrbe bújt farkas, azt szokták mondani. Voltak nehéz pillanataim, mert egy labilis idegzetű volt, én ezt nagyon sokáig finoman tűrtem, próbáltam kezelni, aztán egy idő után meguntam, és akkor elindultam másik irányba. Itt fontos kérdés az, hogy oka volt rá, hogy ezt csinálja? Tehát mondjuk kiderült, hogy neked van valaki, amit ő nem tudott megemészteni, mert akkor nem azt mondom, hogy érthető, de talán elfogadhatóbb, hogy azt mondta, ha te így, akkor mondjuk én is így. Vagy ez egy tiszta vállás volt, és egyszerűen szétmentetek. Vagy megtudott valami. Nem, megtudta ezt, ugye ez kiderült, de előtte is ugye voltak ezek a kis gondjai, én tényleg nagyon megpróbáltam segíteni, kezelni, gondoskodni róla és róluk, de nem sikerült, és belefáradtam, és akkor úgy döntöttem, hogy fiatal vagyok még ahhoz, hogy belenyomorodjak lelkileg. Hát az jogos, jogos, igen, igen. Mert ugye itt lehet az indíték, hogy mondjuk a férjnek van valakije, azt a nő megtudja, elborul, és onnantól kezdve viszont indul a bosszú hadjárat. Igen. Viszont jó példának mondanám a férfiaknak, akik így járnak, hogy ne adják fel, tehát üres lakásból, üres zsebbe, kis semmizbe is talpra lehet állni, mert most van új család, a lakás újra fel van töltve, családdal, élettel, ingóságokkal, és nem az alkoholba, nem a drogba, és nem hajléktalanként végeztem. És a mostaniban ez még nincs benne, úgy néz ki? Reménykedjünk. Reménykedjünk, ugye? Hát ez egy érdekes dolog, hogy mit hoz a jövő, hogy jön egy új nő, és aztán az ember bele tud-e kétszer lépni ugyanabba a folyóba, hogy minden szép, minden jó, az 15 év múlva lehet, hogy megint ott tart az ember, de hát nyilván. Nem, nyilván nem. Nem. De nem viszi a padlószőnyeget, mert már parkettam. Azt felgyújtja. Igen. Jó van, Robi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Ciao, hello. 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 Várjatok már, az előző csaj azt mondta, hogy nem voltak házasok, akkor mit viszel a másik? Ez Pál ezt kérdezi, hát nem mindig kell az, hogy hát papír legyen. Hát 9 év után már ugye nem feltétlenül kell. Igen, élettársi viszony, mert nem tudom, hogy van. Azt tudom, hogy házasságban szerzett között vagy, közös vagy. Majd mesélek milyen. Tessék? Majd mesélek milyen. Mondd el a másik oldalt. Én elmondom a házassági oldalt, hogy ott élettársiban vagyunk most. Ott mi van? Ott hogy van? Ott is most már ennyi év után. Egy bizonyos év után, ugye? Közösnek számít. Ugyanúgy, ha válunk, akkor... Figyelj, Feri, nálunk mindig lesz egy tányér. Bizony. Igen. Remélem nálatok is. Nálunk kolbász is van. Ne, alapanyagok legyenek, amikből megfőzi a Feri. Bárkivel történik bármi, a másik kettőnél egy tányér melegleves azért legyen, jó? Na és én mit érek azzal, a Feri azt mondja, hogy náluk mindig lesz 2-3 szál kolbászom, van nálunk egy bál, csicseri borsó, konzerv.
Ugye hozzánk jött ott valami szárítottó futét találok neked a spejzbe. Valami kis ezt azt. Kis földi magyaróval meghúzott magunk. Egy kis diák csemegét. Igen. Na jó, van. Hármasugrás játszunk, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Na, tudom, ő lett volna a játékos, látom közben. Csak olyan jó sztória volt, hogy aztán elmondtam. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, csak hú, de megtört a hangod. Esetleg érzékeny a téma neked is? Nem, még csak az kéne. Még nem váltál? Nem. De van valakid? Azt hittem, azt akitől mondod, már elakadsz? Majd fogsz. Hát igen, ez egy érdekes dolog ez. Jól van, Csabikám, honnan hívsz minket? Szombathely, mit csinálsz, dolgozol? Nem, most éppen itthon pihenek, lopom a napot. Na, de jó dolgod van. Csak egy szünnap, vagy esetleg szombathely? Nem, egy ilyen hosszabb szabadság. Hosszabb szabadság. Jó, érzem, hogy nem akarsz erről többet beszélni, úgyhogy nem kérdezek. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyűek. Könnyűek. Csabi, mehetünk? Fussunk neki. Na, így szól. Az első kérdés nyakbaakasztóért. Hány fős zenekar a Quartett? 1, 2, 3, 4. Így van. Ja, ott van egy Quartett mellette, és így végig szállt. Ott hangolnak. Én néztem a hangszereket itt a sarokban. Jó, menjünk tovább, vagy esetleg megállsz? Mehetünk. Jó. Itt szól a második kérdés Klassz FM-es Morning Show sapkáért, meg sálért. Melyik erdélyi várat építette egy népballada szerint 12 kőműves? 12 kőműves. Félvéka ezüstért, félvéka aranyért. Ez egy nagyon híres népballada. Magos vár volt? Magos nagyon volt. Magosra építették. Nagyon magos, ugye? Volt. Na? Még így is mondja. Így van. Na, csak kijön. Hogy ugrott be? Toltuk is a szekeret. Igen. Hát mondtam magam a kőműveskönyvben. Gyeres, hát kérdem. Na, a filmes kérdés a harmadik. Megálljunk inkább, és elviszed a fixet, vagy megpróbálod is még a karácsonyfa hát díszt? Hát próbálj meg mindent, vagy semmi alapon, hogyha hátra összél a mélyhűtő is aztán. Mélyhűtő? Mi van? Azt is vinném, igen. Ja. A padlószőnyeg mellé. Jó, itt van a harmadik kérdés. Melyik filmben játszott együtt Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson és Jamie Foxx? Jamie Foxx, a Samuel L. Jackson szintén. Mondjuk feketének mégiscsak azért. Igen. A rádióműsor. De nincs is annak jelentősége, hogy színes bőrű vagy fehér. Nincs. Na? Na mondjuk ebbe a filmbe pont. Na jó. Django elszabadul. Érdekesen játszott. Vársz, kicsit gondolkozol, ki tudja, mit csinálsz, és aztán végül beugrik. Mondjuk tök jó, hogy nem kapkod. Igen. Mert ugye a legtöbb játékosnak mindig az a hibája, hogy valamit válaszol. Tegnap is volt ilyenünk, aztán igen, bukott. Jól van. Oké, Csabikám, megvan mind a három. Jó, gratulálunk, ügyes vagy. Nagyon szépen köszönöm. Kicsit még zsibbasz volt az agyamhoz, de most is végig kellett törgetnem DiCaprio összes filmjét, mert Samuel Jackson és DiCaprio úgy a kedvenceim közé tartoznak, a James Fox annyira már nem. Uh-huh. Jó, a lényeg, hogy sikerült. Nem mondjuk meg neki. Köszi a játékot. Én köszönöm, fiú. Ciao. Köszi neked is. Hello. Ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Rengeteg SMS, gyerekek, nagyon sajnáljuk, nem tudunk többet beolvasni. Köszönjük szépen mindenkinek, aki írt, senki nem érezze úgy, hogy az ő története rosszabb, mint azoké, akiket beolvastuk. Egyszerűen tényleg több ezer jön ilyenkor, nem, lehetetlen. Nagyon lehetetlen sok. És sajnáljuk, hogy ennyi SMS jött ebben a témában. Igen, úgy látszik, hogy igen, sok-sok tapasztalat van. 9 óra van pontosan, kedv van, ez azt jelenti, hogy a hírek után Kassa TV-vel folytatjuk. 9 óra múlt 14 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és kedv van, vannak friss közlekedési híreink, mert ami drága hallgató küldenek, és ez nagyon helyes. Eger azt mondja, hogy Eger út. Aha. Igen, inkább Egér út, csak ékezet nélkül, de rögtön összeteszem. Az összes utcát, utat ismerem Magyarországon, mindjárt fejben összeteszem. Igen, Egér út lesz ez. És a régi 7-es főút kereszteződésénél kibe kapcsolnak a jelzőlámpák, a Rákóczi híd irányába, így van, akkor ez biztos, hogy az Egér út. Mindenki lassítson, ezt Kvezó küldte nekünk, valamint az M31-es, M0-as felé vezető oldalán, az 5. kilométernél van egy szép kis trafing, úgyhogy ott is menjetek lassan. Egyébként nagyjából minden rendben van, tehát nincs nagy dugó, nincs útlezárás, nincs baleset. Hál' Isten, lehet mondani, hogy már egy ilyen frontmentes napunk van.
Bizony. Úgyhogy rendben van minden. Holnap jönnek már a mínuszok. Mínusz egy, mínusz kettőt mondanak, később mínusz kilencet, és talán még hó is lesz, de azt tudjuk, hogy mínusz kilencen az már nem esik. És... Beragadt. De holnap száraz idő, holnap után száraz idő, azután száraz idő, egészen vasárnapig, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Igen, mondjuk itt az ideje, mert annyi csapadék volt, hogy kicsit ránk fér. Egy öt nap. Na, kedv van, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Tibing. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintétek el, lennék szerény, ha volna mire? Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi! Wow! Kakakaszatibi, kakaszatibi! Hey! Tibi! Tibi! Kakakaszatibi, kakaszatibi! Ma, 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 ma! Tibi! Tibi, tibi, tibi! Ba, 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 ba. Na, mi újság van? Megmondom hát őszintén, hogy... De szemét vagy. De megjöttél, jól vagy? Hogy vagy? Sehogy? Nézem, messze jöttem, és a Jani már görénykedik. Nem hiszem el. És hogy fogsz görénykedni, drága barátom, amikor bejelentem, hogy igazából... Drága barátom, vezérem, szűröm, majd a karácsonyi bulin, ígyunk meg egy jóféle söritalt. Ürítsük egymás egészségére, kérlek halása. Igen, nagy uram, szűröm, vezérem. Jó, kitől kell elkérdezkedni, ki a rangidős, ki a góri, ki a raj, ki a főnök, ki a vezér? Hova mész? Ott ül. Aha. December 21-én, hús! Igen? Tényleg? Sup, hús! Megint mész? Ha. Tibi. De. Hogyha régi színállal lehetne menni, hogy tarararara, pa-ba-ba-ba-ba-ba-ba. De semmi karácsonyi szilveszteri haknik, oda. Most oda, mert úgy alakult az élet, hogy december 21-én. Hús. És ugyanoda mint mindig? Ugyanoda? Így van, ugyanoda. Megint fotózás? Így van, tinédzser modellek. Egy 3 hetecskét sikerült kiütni itt az év végéből. És akkor belecsapnánk egy picikét a nyárba. Ez az ebben az évben a kassa Tibi jelenlétből. Itt. Nem, még jövő héten van egy. Azért. De jövő nem. Kétitúl már nincs, mert akkor retrónapunk van. De jövő héten amúgy nem tudok jönni, mert akkor én már előre szólízok, hogy meg ne égjen a kis fehér bőröm. Tehát én ott egy ilyen szoli maratonon leszek. Kalkuláld bele, mit? Hogy nincs túl jó idő. Ezt most tök komolyan mondom. Már tavaly is szíttad magad, hogy miért nem mész egy kicsit később. December, január, ott már egy picit ott is eltolódott. Februártól jön a nyár, nem lesz jó idő. Csak mondom, hogy egy ilyen laza 25 fok kicsit borúség. Számolj vele. 3 éve nem volt decemberben jó idő. Hát amilyen részegén kint vagyok, nekem tök mindegy. Az is igaz, hogy neked az ott mindegy. Hát én reggel úgy ülök fel a robogóra, hogy van benne egy ilyen készenléti tömény. Tehát, hogy ott mikor ráülök, én rögtön meghúzom, én onnantól félvakon jövök, megyek ott szembe a forgalommal, úgyhogy nekem jó lesz. Persze, csak akkor, hogyha elengedtek. Tehát nekem nagyon fontos, hogy jóvá hagyjátok ezt. Ha viccelsz. Na igen, tudtam, Jani. Sőt, Jani teljes támogatására lehet ezt számítani. Mi ha most azt mondjuk, hogy nem, akkor maradsz? Az illúzióban ne rigassál bennünket. Balázs. Akkor maradj. Nem. Na azért mondom, hogy azért a kicsit erős lenne, Tibi, ne menj már. Egyébként nem vagyunk két ünnep között, január, nem tudom, 6-án, 8-án vagyunk bizony. Először, úgyhogy menjél nyugodtan. És mikor jön vissza? Éreztek a finom kárőrvendés, de hogy annyira most nem talált be, mert hogy mi sem nagyon leszünk itt. Bár mi nem ott leszünk, ahol te, de nekünk majd nem is kell rendbe rakni a bungalót, mert hogy lelakták az albérlők. Mikor jössz? Január 12, most a tervek szerint, úgyhogy van egy szűk 3 hetecskét sikerült most így kiütni az év végéből. De mondom, csak akartam, hogy tudjátok, hogy hús. Aha. Csop. De lesz kasza best of. Hogyne, hát na, viga, a legjobb pillanatokból. Ne hülyéske. De várjál. A Sas Józsék előtt vagy után, mert ez azért igen, sokat árul el. A Defekt Duo előtt lesz, vagy után? A megítélésedből. A TV2 mindig készül szilveszteri műsorra, ugye az RTL nem, a TV2 igen, hogy hol leszel tényleg a Max Híradó előtt, vagy a Defekt Duo után? Figyelj, egyébként nyilván nem osztam volna szólva a mikroszkop kosár előtt, vagy után? Ádám és Eva, vagy mikor? Vagy közben. Egyébként nyilván nem osztam volna szóba, mert nem szokás, de egyébként egy rendes új show lesz, és 10 órakor én vagyok a TV2-n. Úgyhogy akkor most már, ha megkérdeztétek... 10 óra 5-ig, vagy? Rendesen egy órával jövök. Nem best of. Hát, hogyha már megkérdeztétek, akkor elmondom. Az nem hangzik rosszul. De ez a szilveszteri? Szilveszter, akkor 10-kor én vagyok.
Ezt nyilván a TV2 sem nagyon kockázhat, mert aha, nem tévézik senki szilveszterkor, tehát azért engedtek át a TV2-re. Állítólag nagyon sokan nézik. De 50 pluszban. 50 pluszban. Igen? Nem, fiatalok nem. Ezt korábban tervezték, vagy csak a szokásos kapkodás? Srácok, néha lehet velem is örülni, tehát hogy értem, hogy minden poén az én káromra jó, ne, és néha örülök, csak mondom, hogy úgy állítsd össze a menüt, mármint a műsornénőt, hogy a szilveszterkor 50 pluszban tévéznek, 18-49 effektíve nem ül tévé előtt, tehát mit tudom én, tényleg legyen a műsor címe, mint a Sas. Sas azért is, vagy... Nem, kasz azért is. De szemetek vagy. Nem, egy jó lesz, irigy-mirigy lesz. Hát az jó. Jön hozzánk kocintani, Mihály Sztorbi, lesz Ördög Nóri is. Jó, tök jó kis műsor lesz, szerintem, de... Az menő, az menő. És hogy a Kárász Robi nem vállalta. Olyan szemetek vagytok. Mert ők nagy gegmen egyébként. Ne, azért meg kitúrta az azurák. Ne legyetek meg gonoszak. Na, hogy de viszont hogy... találtam nektek egy tök jó ajándékot, amiben szerintem meg fogtok vigasztalódni, na, hogy én elmegyek, mert nektek itt a nagy hidegben viszont találtam egy olyan kesztyűt, amiben tudjátok nyomkodni a telefon. Nézd meg, én nem tudtam, hogy ez van, csecsemőnek minden vicc új. Nézd meg, úgy hívják, hogy kapacitív kesztyű, és a három ujjacskája, a három... Érzékeli. Az érzékelős. Tehát jó, a téli mínuszban is tudod nyomkodni a telefonodat, és tudunk akkor csetelni, Janik, ott végigkink elérsz, tudunk üzengetni, csetelgetni egymással. Addig várjál, amíg Jani üzen nagy valami. Jó, tehát igen. A Skype-ot, a Viber-t és a Messenger-t úgy használja, mint más az evőeszköz. Most legyen már az, Jani, hogy bontsunk. Hatalmas vagy Viberező a Jani. Na, szakítsunk a hagyományokkal. Naponta háromszor étkezek, és tízszer Viberezek. Igen, és háromszor WhatsApp-ot. Hogy legyen már az, hogy... Adjon, erre nagyon. Te basszus, most, hogy mondjátok, a rohadt életben ne csináljátok ezt, a kutyafáját ne legyetek túlságosan jobban. Én tönkre tenni az ünnepet nem. Balázs számára. Nem fog jól esni a halászni. Az irítség rossz tanácsadó. Jó, de akkor mostantól hívsz, tehát amikor kint leszek, napi három hívás. És lehet te küldözgetsz meg onnan, Kopangáról, igen? Patagónia, hogy hova mész most? Patagónia. Szóval, hogy onnan küldözgetsz meg képeket, én meg majd a készülő, mit tudom én, a béketérő új díszburkolatáról küldök majd neked képeket, az fel fog dobni, mert ilyeneket tudok. Miért küldenél te nekem képeket? Hát, hogy cseréljél te képet, te a tengerpartról, ő pedig küld a díszburkolatról. A Viber az lehet egy oldalon, én ott arcoskodok, te pedig írod, hogy de jó neked. Tehát csak emeld az én élményemet, ne akard lehúzni. Aha, most viszel valakit fotózni? Sikerült valami félbolondot meggyőzni? Hogy... Félbolondot? Ne! Mi a túró? Sikerült valami félbolond Miss BKV-t meggyőzni, hogy kint lefotózott Tájföldön? Soha nem volt velem félbolond. Soha, tehát igen, nem úgy nem, vagy... nem párkapcsolatilag, hanem valakit, hogy fotózzol, mert akkor visszajön az útára, te pedig csinálsz három így képet van. A pálmafalat valami Miss BKV-ről. Azért nem félbolondok, mert csak szerintük egy betű különbözteti meg egymástól Dózsa Györgyöt és Rózsa Györgyöt. Nem, hát csak nem akartak tovább tanulni, viszont nagyon jó seggük van. De nem, hogy megy veled egy Miss Duna Varsány, és akkor azt valahova elnyomod. Vagy... Esküszöm, hogy nem számítottam vele, hogy ebből lesz kihozzától. Nem a Molnár Andi volt a Miss Duna Varsány? Ja, Andit kedveljük. Nem rám. Na, nem, csak kérdezem. Én ott nőttem föl gyerekkorom. A magam részéről így megvárom, még ennek vége lesz golyószápornak. De most olyan dolgokat mondasz, mintha nem vittél volna valakit ki egy csomószor fotózni. Hát akkor vagy alapja, azt kérdezzük, hogy viszel egy Miss Duna Varsányt. A félbolond is, igen, és a repülőn törölgetem a nyálat a szája széléről, miközben csorog a vállamra. Legalább nem mozdul be. Így van. Hogy lesz-e nyuszis fotózás? Emellek téged, mert hogy fotózol a nyusziban. Ott lesz veled, tehát Balázske szépe, vagy nem? Balázs, az előző félbolond export témát összefoglalt, hogy emellek téged. Jó, csak mondom, amikor neked még nem volt párod, igen, és ezt elmondhatjuk, igen, és kivittél valami félbolondot. Nem vigyek már félbolondot. És egy hét után hazaküldted a lányt, hogy inkább így kiviszel van egy másikat, mert rájöttél egy hét után vele, hogy annyira unatkozol, nem, hogy megőrülsz, fölültetted a nyomorultat egy repülőre, Balázs, és elvittél egy másik nőt. Amikor annyira elhasználtad, hogy számlával se vették vissza. Balázs, arról én nem tehetek, az valóban egy csalódás volt, amikor megpróbált lezuhanyozni egy állólámpánál, de erről én nem tehetek. Van jó alapja, hogy milyeneket kérdezünk, hogy lesz-e kint fotózás azért, hogy Tibi, nézd, napfürdő. Az nem fél bolond volt, csak édesen naív. Igen. Ezért ment. Figyeljetek, csak azt érzem, hogy jó, ha mész, persze, abszolút. Igen. Így van, és mielőtt ezt a fél bolond dolgot tovább mélyítenénk, jöjjön az, ami ma reggel böki a csőrömet.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Jó, ezt a félbalon dolgot még nem tudtam kiheverni itt a szignál alatt, tehát hogy... Hát valami Miss Taksony, vagy lesz. De Miss Taksony se félbalon, de attól, abszolút, hogy ő Miss Taksony. Attól nem. És az ipadon tapotolja? Alja. Na, mi böki a csőrödet? Ó, Istenem. Ebben most Ferire egy picit számítok, mert... Jövök. Neked van egy ilyen állandó harcod a pisoárnál, igaz? Igen, nekem nehezen jön. Hát ezt el megbeszéltük valamelyik. Rá kell nyomni? Nekem van egy ilyen pisi félelmem. Igen, pisi vagy. Az a pisi, nem én vagyok pisi, így odaállnak mások és nézik a pisit. Ezt akarom tovább vinni, mert most megint egyre többet látom, egy időben hogy elül, de most megint egyre gyakrabban látom azt, hogy odaállsz, és nem azt, hogy átnéznek, át is néznek, de csak utána, tudod, miután meglátják mekkora, akkor nálam, hogy elhülledeznek, elszégyelli magát, ők sírva kikullog. De hogy beállsz ott, vagy végzed a dolgodat, megjelenik, nem tudom, 40-45 éves nénike, vagy esetenként idősebb mamika, és hát neki ott dolga van, és bocsánat, és szépen kitakarítja úgy a budit, hogy te egyébként ott a dolgodat végzed. És én akkor mindig belegondolok, hogy milyen marha nagy botrány lenne egyébként, hogyha ezt fordítva megcsinálnád, hogy átmennél ott a bocsánat, és akkor takarítgatnál a női WC-be. Tehát, hogy nekünk, tehát hogy ez, én nem vagyok egy különösebben szégyellős, azt gondolom, hogy az én testem olyan, hogy azt mindenkinek látni kell. Tehát én azt gondolom, így hogy... Van, okulásképpen. Igen. Hogy ez egy olyan élmény, amit nem sajátíthatok ki, csak azért, mert egyszerűen ennyire szép. A lábad között egy zokniba dobott vasgolyó van. Hát egy. Dehogy is vasgolyó, az egy bowlinggolyó. Egy zokniba dobott bowlinggolyó. Egy ujjas. Egy gigantikus heresért. Nem, de hát, hogy ott állsz, érted, ott a döbbenetes lőcs, az őrületes anakonda, és ekközben Mari néni megérkezik, most még pont Mari néni anyám nevét mondta. De Mari néni rá nem néz legyen rá. Bösi. Nem néz. Miért ne nézd el? De jogos a felvetés, mert ha egy pasi takarító megy be a női WC-be, ott táskával agyonverik és kiüldözik, pedig ő is csak takarítani megy. Ezeken a Mari néniken egyébként észreveszem, hogy nem nagyon néznek. Tehát ők valójában takarítanak, nyilván hozzá is szoktak már, de érdekes a felvetés, hogy férfi nem mehet be a női mosdóba takarítani, mert ott megölik. Elment melletted Mari néni, és azt mondta, hogy hát fiatal ember, csúgyál meg, duzzat, én kinyomnám. Ez valami alapilag ilyen sok lehet, esetleg darás csípés, de aztán tehát kamillás itt több parág ezen, nem valami zsírossal, mert... Jani! Nem hiszem, figyelj Jani, most egyszer komolyan mondom, most ha vége lesz a megszólalásnak, kimegyünk a WC-be és megmutatom, mérjük össze. Jó, de lépjünk ezen túl, hogy mehet be női ember takarítani, ugye? Így vagy van, nő takarítani a férfiakhoz. Engem frusztrál. A férfi sokkal inkább bemehet a nőibe, hiszen a nőiben nincs piszoár, becsukott ajtók mögött pisillek a nők. Így van. Tehát akkor a férfi is hadd menjen be. De. Mert egy férfi takarító mit lát? Maximum egy kézmosást, ugye? Igen, mert ott zárt ajtó mögött van. Igen, egy nőnek azért intimebb ott leülni, ha esetleg valaki megláthatja, mint hogy te odaállsz, és nem nagyon látsz semmit, nem? Tehát a nőnek ez egy intimebb dolog valahogy. De nekem azért allergiásabbak az. Arra, ha bemegy valaki, de nem? De nekünk is az. Én kövezzetek meg érte, én nagyon bírom ezt a mentalitást. Na jó, de engem ez egyáltalán jó. Megszólalt a pervers. Minden mindegy alapon történő. Bejövök és feltakarítok, és már semmi nem érdekel, semmi nem hozza varba, mert láttam én már eleget, olyat is, meg a Kassa Tibiét is, aki olyan, mintha egy lábtörlő lenne előtte, mert akkor az előbőre. Hogy tök mindegy. Jöjjön be a néni, nekem ez hozzátartozik a nyilvános WC-hez. Azért nem zavar, mert látom, hogy nem azért jön. Tehát van az, akit odáll mellét pasiként, és tényleg kukkol, átnéz a piszuárba, de ezek az idős, aranyos, kedves kis WC-s nénik, akik egyébként tök helyesek és tök aranyosak, valahogy úgy végzik a dolgukat, hogy tudod mellette csinálni, mert látod, hogy egyébként nem azért jön, hogy kukkoljon. Tehát nincs egy ilyen kicsit oda néz, titokban leselkedik, mert már látod 600 ezer. De nem a leselkedés, srácok, a múltkor ben voltam szintén valami plázának a nyilvános WC-ben, és ott konkrétan kettő nő ott halál normálisan kóricát, miközben 6 pali ott a 6 pali slagol, érted? De nem, csak annyira bizarr nekem, tehát hogy én... Hát meg annyit mesélsz másfél mű ember füle halatára a méreteidről, hogy hát kíváncsiak voltak. Figyelj, csekkolni, igen. Hogy gondolom, a végén összemérhetjük. Senki? Tehát hogy mindenkinek tök oké, hogy ott közben ott bókláztak, és tehát hogy miközben ott állsz csőre töltve.
Nem oké, de nagy nem baj oké. Nincs belőle. Aha. Nem, hát nagy értem, baj nincs belőle, csak engem egy picit... De volt már olyan, hogy bejöttem én takarítani, te pont pisiltél és eltetted? Nem, hát azért ilyen nincs. És össze is álltam. Olyan volt, hogy eltettem, de nem akartam abba adni, mert akkor ne vigyük ezt tovább. Jó. Jó. Adható. Ez adható. Engem annyira nem zavar, de nem hazamenős ítélet szerintem. Ez egy jogos dolog lehet. Döntsd el te, ha te lelked rajta, akkor mostantól téged stíröljenek. Jó. Nem tudom. Kettes szintű csörgökés. Elfogadom. Ezért bármit. De megadtuk. Erről azért még viberezzünk majd. Tíz után ne hívogass minket. Ez a duma nagyon jó. Nem is igaz egyébként, nem hívogatta. Ebben kettes volt. Jó, elfogadom. Van benne valami. Van benne morális fenntartás, de elfogadható a dolog. Ettől függetlenül erről mindenképpen beszélni kell, még akkor is, hogyha az a látvány, amit ott látnak, az közkincs. Tehát az tényleg olyan dolog, amiről kár lenne lemaradni. A téma, amit hoztam nektek, mert hogy felvetődhet benned a kérdés, Balázs, hogy... Hát kicsit egyébként meg is lepődtem, nézem, hogy hallgatom, hogy Tájföld, meg Vécésnél, hogy fél tíz múlva egy perc, hogy már nincs témád. De van! Egyre több a céges buli most így az ünnepek alatt. És telefonszámod? 0-30. Mi a görénybogyót reggeliztél, vagy mi van? Nem, hát csak vagy érted. Mit kompenzálsz? Ritkán iszok teát, és nem tudom, mi van benne. Hozok neked egy magas talpú cipőt, csak ne kompenzálj. Üljél már rá egy telefonkönyvre, ne kompenzálj ennyire. De miért céges buli? Micsoda? Céges bulikon azért ott vagy. Én látom, céges bulik, nagy király, falunapok, céges bulik, nem terhetnek el nélkülem. Tehát, hogy, és picit elgondolkodtam rajta. Most egy bát a cég! Micsoda? Jó estét, bát a cég! Semmi engedel, igen. Ja, fogalmam nincs, ez miért volt, hogy... Na, hogy megérkeztem egy céges buliba, kijön a főnök, nem tudta, hogy én már ott vagyok. És már mindenki ilyen matrészek, tehát hogy konkrétan én mellettem három ember esett el úgy egyébként, hogy a mentő vitte el. Ámellettem a főnök, a bátyám jött fel a kocsival. A főnök nem látta, hogy én nem a kocsiba ülök, és elkiált, engedjétek be a faszatipit! És ránéztem, ő is rám, akkor nyugtáztuk, hogy hát igen, engedjétek be a faszatipit! És ott, tehát mikor megérkezel, már tudod, hogy mire számíthatsz. A fellépés alatt négyen akartak így oda támolyogni, hogy tudod, vettek ki a kezemből a mikrofont, ez zágolás, Porsche szerelem, tudod, hogy ment oda karaokizni, már látod egy mikrofont. És egy picikét a céges bulik világát, egy kicsikét monitorozzuk, hogy ilyenkor mit szabad, mit nem szabad, másnap mennyire rohadt kellemetlen, amikor nagyon őszintére iszod magad. A főnöknek nagyon elmondott, hogy egy mekkora gyökér, a két titkárnőreből mind a kettőre megpróbálsz rámozdulni matrészegen a függöny mögött. Tehát, hogy ebben azért van rizikó, nem? Feri. Ebben azért van rizikó, nem? Feri. Pont így van. Ahogy mondtad, és a másnap a kellemetlen. Amikor ezt a másnap a kellemetlen. Én már mondtam föl céges bulin. Mondtál fel? Ittasam. És azt mondták, hogy föl, oda mentél, fölmondta, ej, nem csináltam. Oké, Feri. Köszi szépen. És másnap kellemetlen rendben, volt benne, hogy mi is így gondoltuk. Mi is maradnék. Igen. Tegye fel a kezét, aki nem úgy gondolja, hogy én. Leütve. De megbeszéltük, hogy jöttök velem. Nem tudom, a céges bulikon is lehet kategorizálni az ott megjelenő embereket. Tehát van tényleg, aki a főnöknek beolvas, van a szende típus, aki soha senkihez nem szól, de a céges bulin. Jön egy céges buli, és azt látod, hogy a legvisszafogottabb, legnyugodtabb, legcsendesebb csaj fejem pörög a tánctéren, erotikusan táncol, és rettenetesen búg, ez megvan? És nem nézett ki belőle 360 napig, hogy ő egyáltalán kommunikálni képes. És fejjel lefegyel a bólistába. És a céges buli jössz rá, hogy ebben a nőben ez is benne van. Van a főnöknek beolvasós, agresszív, igen. Van a kolléganőre rámenős, tehát sok típus van. Van egy csomó dolog, amit összegyűjtöttek, hogy mi az, hogy ne csináljunk céges buliban egyébként, csak ez alapján tudunk menni tematizálva egy picikét. Ne mondjunk beszédet először is. Tehát amikor nagyon őszintén iszod magad, akkor drága barátom, nagyon szeretném nektek megköszönni. A múlt évben, hogy együtt dolgozunk, a csúcsra értünk. Én beszédmondósak vagytok? Nincsen mellettek ilyen, soha nem volt olyan, hogy megérkezik a morning show, és akkor ilyen pátoszosan ott. Nem, én gyűlölem. Kikapod a kezéből a mikrofont, nem. És te is egy kicsikét értékeled a morning show előző évét? Hát nem, ahányszor mi voltunk ilyen rendezvényen, együtt voltunk és beszédet mondtunk, ott mindig az lett a vége, hogy el akarták tőlünk venni a mikrofon. Igen, mi nem ezt úgy intézzük, hogy sokakat megbántunk. Igen, nem, mi nem mondom, nem, egyikünk se ez a típus szerintem. De bírjátok? Hát ez főnök. A jó évértékelő beszédeket amúgy bírjátok? A rövidet. Hát
Igen, szerintem az még a céges bulinak az eleje. Ott még kicsit mindenki szorong, nézi, hogy ki hogyan fölöltözve, még senki nem részeg igazán, a főnök is gyorsan le akarja tudni, és utána a karaoke tombol a környékén kezdesz kiengedni, és igazán berúgni. A beszédmondás az még az eleje a bulinak, nem? Kisfeszült, zavar, szorong, nem ittál még eleget. Ott még mindenki toporog. Az a céges bulik eleje. Jani számára kiderül, hogy nincsen vegatál, tehát ott szorongott az összes ilyen kolbászos, meg nem tudom, milyen melegen tartok, és akkor esik le neki, hogy nincs. Árpi egyébként rövidre igen, fogja, és az igen. Jó. Tehát, hogy ezeknek a beszédeknek a lényeg, hogy rövid legyen, mert senki nem érdekel. Tehát ott már csajozni akarsz, pasizni akarsz, igen, berúgni, nem kell, nem enni. Nem pislogsz így kellemet, így jobbra meg balra, és így nem érzed meg a délre kellemet, hogy nem értesz az egészből semmit. Hát meg ha rossz éve volt a cégnek, úgy is tudod, ha jó, azt is tudod, a lényeg, kapsz-e jutalmat, nem kapsz jutalmat, mi van a cégnél, aztán így van. Induljon a buli. Tehát a céges beszédek lényege értelmetlen. Lesz minyon, vagy nem lesz minyon. Fontos. A következő pont, ne higgyünk benne, hogy a bársony függöny mögé nem lehet belátni. Ez már a pasizás csajozás téma, amit te mondasz. Tehát, hogy ilyenkor egy-egy ilyen alkalmi megalakulás, ez szerintem rohadtul benne van. Az a baj, hogy jön a hétfő. Kit érdekel? Nem jól dolgozik. Ott, szerintem nagyon carpe diem, tehát ott azért valamilyen ilyen back-office-os valami kolléginát ott ilyen fél matrészegen ott be, hát legnagyobb skor. Érdemes megnézni a félrelépések hány százaléka történik céges bulin, de szerintem jelentős. Biztos. Jelentős biztos. Százalék a lépfére. Ugye alkalom van, buli van, berúgsz, egyébként nem nagyon jársz el, családos vagy, otthon vagy, nincs kedved menni. Kiereszted a gőzt, ott vannak a kollégák, berúgsz, felbátorodsz, félrelépsz. De ez a házi nyúlra nem lövünk kitétel. Szerintem. Most gondold egy olyan céges buli, ahol mondjuk két napra, elutaztok. És van egy ilyen csapatépítő, vagy egy ilyen igazi karácsonyi buli, egy éjszaka ott alvós, másnap hazamenős. Szerintem tökéletes. Mi mit tudott ez a back office-os kolléganő, akiről beszéltél? Hát azt nem tudom, de olyan torka volt. Figyelj, hát az képest a Marianna árok egy felületes mélyedés volt. Figyelj, de ezt egyszer adjuk, nem? Egy ilyen bársonyfüggöny mögött egy összecsavarodni egy kolléginával, akit két éve kerülget, és nagyon decens koktélruhába, vagy nem tudom, kisestébe mozog. Hát ha az ember egyedül álló, akkor igen, persze. Egy félszeg mosoly a könyvelésről. Könyvelésre, ott csodát mutatnak, mert ott se gondolnád, hogy mi van a könyvelésen. Igen, nézd a kis Marikát, hogy táncol a könyveléssel, igen. Azok nagy meglepetések. Tírják itt, hogy ne hányjunk a virágcserébe, ezt nehéz azért tartani. Tehát, hogy igen, tehát amikor ezt a nagyon matul lerészegetsz, akkor megköszönöd azért, hogyha haza küldenek. Én láttam most ezen a bulin, amin voltam, konkrétan olyan csávot, aki a főnök előtt térdelt, és magyarázta neki, hogy te vagy a legjobb főnök. És térdelt előtte, még azt próbált táncolni. Tehát én akkor megköszönöd, szerintem... hogyha haza kísérnek, vagy hagyod, hogy akkor nem, most... Nem, hát ha valaki beütet egy taxiba, az hálás azért. De hogy pasiknál se néz ki jól, de szerintem ez igazán nőknél tud nagyon rosszul kinézni. Nem? Ahogy a fikusztől elé. Szóval, hogyha nőnél látod azt, amikor már maga tehetetlenül pocsolja részegen, elmázolt sminkkel, félig legombolt blúzzal, tudod, kilépve a magas sarkuból, tántorog, az annyira kiábrándító. Egy palinális. Az arcán a kaszinó tojás. Egy palinális, igen. Arccal a bólistán. És nem, mintha egy nőnek nem lenne joga berúgni, mert ugyanolyan joga van, mint egy palinál, de hogy mégis a nőnél tudod azt, hogy Jézusom, mennyire kiábrándító. Tudod, van az a típus, aki úgy táncol, és hogy közben kicsit könnyezik, elfolyik a szemspirál, kicsit megcsúszik a póthajt, kilép a cipőjéből, tudod. Ha már ki van törve a cipőből. Igen, próbálsz a szemébe nézni, de már nem tudja tartani a szemkontaktust. Uh-huh. Ez pasinál is nagyon kiábrándító. És a legutóbbi étkezés után a szoknya fel van akadva a bugyjába. Igen, és látod, hogy az egész nő darabokban van, és próbálod taxiba tenni, de látod, hogy nagyon kész. Ez nem igazán az a termesztő. Pasiknak sájol, de nők hogy mennyire ki tudnak vetkőzni, most több alternatívája. Úristen. Az agresszív raivós, a barátkozós raivós, a sírós raivós. Hát, Ferivel hoztuk egyszer, hát mi egyszer hajnali 1-től 5-ig szerettük egymást. Annyira szerelek, megmondom őszintén, hogy... A hidegrázettől a típustól. Én megmondom, hogy ugyanolyan szintre iszod magad, ez a legjobb. Legjobb. És mi gyönyörűen mentünk párhuzamosan, ti lemaradtatok, mert ez az ominózus koncert volt. Ezen ott voltatok a klubkoncertem, igen. Mindannyian is ti elléptetek, és mi a Tibivel tovább tudtuk védni. Mert a Lacivel én még emlékszem. A Laci mint egy ilyen búthaj. Így ült így, és elő, és így ilyen... Csak mosolygott. És rettenetesen mosolygott, és bármit mondtál neki, csak mosolygott tovább, és csak néha bólogatott hozzá. De ez a két legcukibb szerint. Én azt a típus jobban kedvelem. Igen. A buthára is szemagát. Igen.
Hát mit csináltunk a felőzőben? Annyira megmondom őszintén, annyira szeretlek. De jönni kellett volna velünk. Figyelj, meglásd, legközelebb így csináljuk. Mert én megmondom neked őszintén, olyan pillanat, nagyon jó fej volt. Fú, én az ilyen beszélgetéseket 2 perc után hagyom. 4 órán keresztül örjöngjünk, rúgjunk be, röhögjünk, szaladjunk mesztelenül a blahán, de ez a két ember könyököl és mondja, hogy én szeretem, jobban szeretem, én jobban szeretem. Kettő percen belül felállok. Nem bírom. És akkor megvilágosodnak. Például, amikor kint voltunk Afrikában, egyik kolléganővel voltunk át, hát ugye többen voltunk át a szemben lévő kaszinóban, és én játszottam. És oda jött a kolléganő, és fekete, rakenról, fekete. És már látod, hogy nem szomjas. És tudod, amikor már elment már, hogy hívják, 300 a helyi valutába, akkor már mondtad, hogy menj már át egy másik asztalhoz, ott kibiceljél, légy részegen, tudod? Na, karaoke a céges bulin? Finom? Hát... Szegülés, bocs, szerelem. Én ott remek közönség vagyok. Tehát én gátlásosabb vagyok annál, és nem tudok annyira berúgni, hogy felmenjek kereokizni, de ha valaki csinálja, azon sírok. Tehát én azt nagyon kedvelem, nem megyek énekelni, de nagyon bírom. Hát a Viki az egy ilyen kereoki buli lelögdös. Tehát én konkrétan voltam a Vikivel kereokizni. Lelögdösi az embereket. Tudom, a színpadon. Figyeljetek, most én jövök. Fölmegy és lelögdösi az embereket a színpadról. És nem tudod kivenni a kezéből a mikrofont. Már ennek a típusa, nem a Viki, nem tudod kivenni, elhiszi, hogy baromi jól énekel. És mindent énekel, és nem tud énekelni. Tehát, ugye? Ez a típus. Szegulás, posse, szerelem, szá... És sos, mi vagyunk a luk, mi vagyunk a szél, kérdettek bármit. Legyen szépen. Valami peszkés, legyen imád, valami mozgás. Nézni imádom, de nem bírok. Igen. Na, a karaoke az gondolom ugyanez, de a másik, a kedvenc, mégiscsak a részek típusra visszautalva, egyébként a legnagyobb az, aki bizonygatja, hogy most én nem vagyok berúgva, nem vagyok részeg. Végig még itt az egység van. Most azért nem vagyok részeg, ne bezzék be, én nem vagyok részeg. Ez a típus, igen. Ennek a folytatása az, hogy elkezd egyre agresszívebb lenni. Ugye van az a, én nem vagyok részeg, és utána, de azt mondja, hogy figyelj, be vagy rúgva, hogy bejtek, hogy én vagyok a részeg. És utána elindul a veszekedés, és ebből a típusból lesz aztán az agresszív típus, aki annyira berák, hogy te megbántod azzal, hogy szerintem részeg vagy, ülj be egy taxiba, hogy aztán elindul az agresszíveskedés, tudod? Ennek ez a folytatása az ilyen típusnak, aki nem hiszi el, hogy részeg. És lezárásaképp a témának állítok, még az egy nagyon fontos dolog, hogy mikor távozol a buliról. Én mindig feszengek ettől, mert általában, hogy kedved hamar támadna lelépni, nem? Tehát, hogy elmondják a beszédet, ették 2 kaszinótojást, azt húzzunk a büdös búcsba, nem? De mire vársz? De ott kell maradni, mert én ezt csinálom. Hát így maradgatunk azért, nem? Tehát, hogy igen, még nem tudod, feszelsz, kicsit körbemész, mert azt hiszed, hogy ez a dolgod. Uh-huh. Olyan emberekkel, akikkel egész évben együtt voltál, próbálsz új témákat találni, nem tudom, hogy mi. Akkor megyek, amikor látom, hogy néhányan jönnek. Hát de nem. De hogy ilyenkor... Te akkor mész, ha tudtál kaját csomagolni. Ja, addig az nem. Is igaz. Így van. Addig nem mész sehova. Találtam egy jó műanyag dobozt a kaszinótojásoknak, és nem nyomódik benne össze. Ha van sülpadlizsánod, te akkor mész. Addig toporozni, de addig nem mész sehova, ismerlek. Nektek mi a lelépési stratégiátok ilyen céges bulikról? Tehát, hogy a gyerek mi a... Nem tudom, tehát, hogy próbáltok így... Úgy én veszik észre, ha már nem vagyok ott, úgyhogy tök mindegy. Én ettől például egyáltalán nem feszengek. Én igen. Hát megyek, hogy kész. Ennyi. És még nagyon hangosan körbe is köszönöm. A gyerekekre szoktál hivatkozni? Tehát. Igen, igen, hogy megyek, otthon vár a gyerek. Igen, meg a félbolondok várnak valami tájszigeten. Bocsú, várod, 2-3 félbolond. Mennem kell valami fotózásra valami félbolondhoz. De miért félbolond? Ezt egyszerűen nem értem. Mindegy, csak azért mielőtt tovább félbolondoztok. Mert nem tudja, hogy mire megy ki a játék. Az más, nem. Az más. Az nem félbolond, csak naív. Félve kérdezem, hogy ezért rengeteg mindenért, az utazásért, az érintős kesztyűért, a piszoárokért és a céges bulik. Aha. Teljes átvilágításért jogos-e a tas és a sikoly? Az utazásban rohadjál meg, kasza, ugye? Ott azt szoktuk... Ja, azt majd nyomjuk, a rohadjál meg, azt januárra bekészítjük, igen. Szilveszterkor velem! Jogos egyébként. Tibi, köszönjük szépen! 3:10 lesz pontosan, 2 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show! Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan, 3 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Korra reggel arról beszélgettünk Feri története alapján, aki volt egy buliban pénteken, hogy kihalt a lassúzás, ugye megállapítottad, sajnos, hogy már nem lassúznak a fiatalok. Sajnos. Igen. És felhívtuk Dévényi Tibi bácsit, aki szintén ott volt ezen a bulin, hogy mondja el nekünk, miért nem lassúznak, vagy ha lassúznak, akkor mire lassúznak, de hát ő inkább retro bulikat csinál, ahol már felnőttek vagy egyetemisták vannak, viszont a mostani fiatalok 14-18 évesek kevésbé lassúznak már a diszkó végén. Igen, és legnagyobb megdöbbenésünkre megtudtuk, hogy Tibi bácsi az Európára szeret lassúzni. Az mondjuk tényleg megdöbbentő volt, igen. És beszélgettünk a szép vagy éppen csúnya válásokról is, mert hogy Richard Gere szegényként éppen válik, és a 250 millió dolláros vagyonából a kis felesége nem többet, mint 150 millió dollárocskát szeretne, hát hogy is mondjam, lecsippenteni. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, illetve mondják el nekünk, hogy náluk hogy ment a válás, sikerült-e szépen elválni, ha egyáltalán lehet ilyet csinálni,
vagy pedig a feleség vagy a férj mindent megtett, hogy kiszúrjon az illetővel. Hát sajnos kiderült, hogy ez utóbbi az igaz, úgyhogy szemezgetünk az SMS-ekből is. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Hát sajnos igen, az SMS-ekből kiderült, hogy leginkább azért olyan válláson vannak túl hallgatóink, ahol hát nem ment szépen a dolog, és tényleg anyagi helyzetre való tekintet nélkül egyébként inkább egyfajta lelki attitűdnek köszönhetően hallgatóink életét megkeserítették, férjek, feleségek. És nem azért, mert szükség volt rá, hanem egyszerűen így könnyebb volt elválni, hogy agyon terrorizáljuk a másikat. Rengeteg SMS jött még, sajnos sokat nem is tudtunk beolvasni. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Szeretnék visszaszólni Kassa Tibinek. Na. Anna és az összes többi hölgy hallgató nevében. Na. 40 és 45 éves nénikék nincsenek. Hölgyek, csajok, asszonyok vannak, de nénikék nincsenek. Ez köszönöm. Igaz. És én milyen? Kérem ki magamnak a hölgyek köszönöm. Nevében. Na, Anna mama, tárcs! Ez mikor? Nem is, most ezt komolyan mondom, pedig erre én is fogok. Arról beszélt, hogy 40-45 éves nénikék takarítanak. Nincsenek ilyen. Rontottam. Szerintem 60-70 évesekre gondolt egyébként. Csak rosszul mondta, ezért szólok neki, mert biztos hallgat. 70-75. Akkor én nagyon csípem a nénikéket. Nem, de nem volt benne tudatosság. Hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, akkor kap egy ajándékcsomagot. Ha nem mondja, szerintem akkor is van plusz ajándéka. Valami biztos. Viszont karácsony előtt. Nem, kap ajándékcsomagot. Most? Nem, ez elment, ez lesz. Ja, hogy, aha. Tehát azt mondod, hogy most jön. De nem most. Nem most? Nem most érzem, hogy most a következő lesz. Tehát nem ez, ami most van, hanem... Nem, hát úgy értettem, hogy a most a következő, aha, az akkor a most következő, vagyis a most következő, okay. Az pedig a következő, lesz. A most után. Hogy ezt nem mondjuk meg. Csabi, kám, remek zenék, mi újság? Sose fogjátok. Soha, megmondani. Persze. Hát hozom nektek, úgyis annyit emlegetitek. De jó, a múltkor is úgy tetszett. Na, menjünk. Akkora rohadék, akkora rohadék vagy, de tetszik. Akkor nagy rohadék vagy, de tetszik. Ezt megbeszéltük. Nem, szeretném mondani, hogy egyrészt folytatódik a klassz karácsony játékunk. Nem a karácsonyi dalokat, hanem a csengettyű szóval megjelölő dalokat tessék figyelni. És mindeközben Avicii újdonságát, klassz slágerét le fogom játszani. A Robbie Williams-szel, meg itt lesz még a Well Hello is, azt is nagyon szeretitek. Múltkor már ajánlottam, meghallgattátok. És nagyon tetszett, tudom, mert jeleztetek. Aha, az abszolút, az egyik mint kiváló. A rakpart, nagyon jó. Hívtuk is a Csabit, persze, a rakpartról. Jól van, Csabi jön a kívánság műsorra, tessék figyelni az előbb említett dolgokat, jó? Csengettyűszó. Csengettyűszót, rengeteg szép dolgot nyerni a szeretteiteknek. Karácsonyra 555-55-00 ez a telefonszám, ha szeretne valaki dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.